No kiskezi, csokolom, sziasztok fiúk, lányok, paplovag vagyok, itt vagyunk, és idővel fények is lesznek itt. Elnézést, a mai nap jól megcsúsztam körülbelül mindennel, de ettől függetlenül itt vagyunk, meg igazából minden rendben van. Sőt, igazából több, mint rendben van, mert úgy néz ki, hogy a G2 tud nekünk ajándékokat biztosítani, így bizony 9-én megrendezett teljesen ingyenes paplovak partira bizony lesz lehetőségem nektek extra ajándékokat adni, így biztos, hogy lesz kvíz, meg akár még valami más program is, de azon még dolgozunk, hogy mi legyen pontosan. Egy biztos, hogy kvíz az biztos lesz, és mind a mellett, hogy fogunk sorsolni a Csudapestre dolgokat, mellette fogunk olyan dolgokat sorsolni, ami mivel bizony ingyen vagy jóval olcsóbban játékokat tudtok vásárolni a G2-en keresztül, hiszen a G2 a streamünknek az egyik legnagyobb szponzora, sőt, talán a legnagyobb szponzora. Így érdemes ránéznetek, felkiáltója G2-ával ezt meg is kapjátok. Közben megnézem, mert ilyen wall of textek vannak, remélem, hogy minden rendben van. Azt mondja, itt válam nem működik a net rendesen a szobában, nem megy csak itt az étkezőbe, addig tudok itt lenni, amíg a nevelőim haza nem érnek. Jó, akkor ez nem az, hogy baj van a streamen. Szóval igen, alles in Ordnung, GTRP-vel fogunk most kezdeni. Egy kisebb kavarodás van ebből a szempontból, az a sztori, hogy 6-kor fog megjelenni egy új játék, amit én nagyon várok, ezért értelemszerűen azt fogjuk majd streamelni. Viszont 6-kor tudom még csak megvenni a játékot, és utána le is kell tölteni, szóval valószínűleg annál egy kicsit talán tovább leszünk, de majd meglátjuk. Vannak itt kérdések mindennel kapcsolatban, többek között az, hogy mikor lesz kész a zombi szerver. Kurva jó kérdés. Sok mindent csinálunk most Csudapesten is, és vannak még tervek, és hát a zombi szerver az olyan, hogy az van hátul mindig. Én szeretném, hogy ez minél hamarabb meglegyen, ettől függetlenül valószínűleg még hónapokat kell várni, hogy egyáltalán bármilyen szinten megnyissuk. Én remélem, hogy ez nem sok hónap, hanem mondjuk 2-3 hónap, de hát ígérni nem szeretnék nektek semmit, mert hát decemberben lett volna a nyitás, és már akkor elcsúsztunk vele, mert annyi minden volt. Így, meg az a baj, hogy kurvára beteg mindig mindenki. De tényleg mindig mindenki beteg. Így egy kicsit cumidári haj. Mizu papi, köszönöm szépen, alles in Ordnung. Lesz-e csajozás? Ha fel lesz a csajszikám, akkor biztos, hogy lesz. Sőt, mindjárt jól leteszteljük azt, hogy elméletileg újra megcsináltam az overlay-t, amin keresztül ki tudom takarni a rádiófrekit, meg ilyeneket. Meglátjuk, hogy ez működni fog-e újra, vagy sem. Ezt meg itt pluk. Egész nap a kibaszott TFT megy a fejemben. Most sokat TFT-t nem, de egyet sem nyertem. Na nézzük, telefon. Szerinted nem működik. rádió. Na várjátok. Lehet, hogy többször írtam be a cuccon. Mindjárt kiderül, most visszamegyünk. Rádió. Ugyanúgy nem működik. Suspicious activity. Mindjárt meg kell néznem még egy dolgot, hogy amit elbaszhattam, és azt általában is szoktam, hát ha az a gond, aztán reméljük, hogy nem. Ez fura nekem. Aha, nem, ugyanaz. Akkor nem tudom, hogy mi a gond, majd megkérdezem Robit, azt majd megoldjuk okosba. Addig, hát akkor most leakelem a rádiót, meg dolgok. Amint rájövök, hogy hol van a rádió. Rádió. Minden jó a rádió. Így. Addig elváltok. Jó, ne haragudjatok. Nem akarom mindig leakelni ezt a szerencsétlen rádiót. Olyan rossz fiú vagyok ilyenkor. Így. Most már jók vagyunk. Fura, hogy nem működik ez, baszki. Pedig régen ez tökéletesen működött. Nem tudom, hogy mire.
Na, megvan, hogy mi a baj. Van valami parancs, csak azt nem írta meg a már... A izé, a Robi. Érje rádió! Jó, oké, akkor... Így már is más lesz, nézzük csak. A parancs rádió, prékozik. Aha, majdnem jó. Csumi Dári, haj, magyok. Jó. Most rájtok ékszer. Mehet. Fú, hát én még itthon vagyok egyébként, semmi nincsen nálam, de mehet az ékszer, megfuthassuk, csak akkor el kell gyűnnöm főszerelkezni. Jó, jó, megvárunk, de még várunk valakit, ne csak hárman menjünk. Mintha öreg is mondta volna, hogy jön. Király, hát ez gyors volt. Feljövök, azt már ékszer van. Ezt már szeretem. A telefon azt látom, hogy egy kicsit nagyobb, valószínűleg azért, mert nagyobb telefonnal használják. Mindjárt rárakom. Igen, mert 80 a zoomon van. Ez a 100. Jé, nő, csak rosszul. Ez milyen érdekes. Jó, hát igazából kit akarni, kit akarja? Jézusom, de kicsi ez így izén. 60%-on. Hopp, 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 bevágoztattam a telefon. Ha, igen, bebagoztattam, de most már jó lesz nekem. Mikor visszaváltasz a játéképére, mindig megjelenik egy kis fején ablak a kockával, a logóval. Miért? Mi? Mire gondolsz? Erre gondolsz? Később járt vagy még. Mire? Nem felesleges. Csépi logó a telefonra. Az azért van, hogy az SMS kitakarják. Ez ilyen anti-MG cucc. Miért van kitakar? Pont azért. Pont azért, hogy ne nézzék le streamből az SMS-eket, a telefonszámokat, a rádiófrekvenciát, meg ilyenek. Ez nem tálcázás. A Robi fejleszt egy ilyen streamer segítő programon, és ez az első verziója. Gyakorlatilag az MG-t próbálja meg egy kicsit kijebb zárni, hogy ne lehessen MG-zni a streamekből. Addig csináljatok azt, amit nem látok, azt amikor megvagyunk, akkor úgy, akkor mondtok egy időt, most van 16 óra 18. 17 óra 00-ra mindenki legyen kész, akkor megyünk túlszózni, aki jön pedig szerezni. Hány óra 00? Hány óra 00? 5 órakor. 5 órakor? 42 perc. Ó, hát idő, mint a tenger, jó van. Én 6-ig vagyok, de addig vagyok végig. 6 óráig vagy csak ébren? Aha, ja, mert jelenik meg az új Nightingale játék, aztán nyomnám. Hát, ilyen nem létezhet. Hát látod, nyomni körül. Most van, érted, izét, épén érted, itt tud lenni a város, amit állat. Hihetetlen. Jó, már. De legalább itt vagyok korábban, ne? Nem az van, hogy nem vagyok egyáltalán. Igen. Akkor most nyomjuk egymást, hol vagy? Engem akarsz nyomni, fúj. Én megyek a placra. Én is itt vagyok, várlak. Jó van, jövök. Síkosítsd a tested addig. Kvába kapod a tugást. Ja, most mit? Családi randi mikor is lesz? Ami? Basz, nem papultam ki. Ajjajja. Tényleg? Mikor lesz a családi randi? Gecire elfelejtettem, remélem, hogy nem ma. Remélem, hogy nem ma, mert ma jelenik meg a Nightingale. Gecire van lett volna, ma biztos nem fogunk menni. Gyorsan megírtam ezt a réknyit. Gyerekek, ma 6-kor játék megjelenés van. Ez egy olyan játék, amit nagyon sokan nagyon régóta vártak, a Nightingale. A régi BioWare csapatjának gyakorlatilag a túlélős játéka. És biztos, hogy előbb vágom le a karomat, mint sem lemaradjak róla, hogyha van rá lehetőség. Szóval értem, hogy jó RP, csak nem mozgat. Képzeld el, papi, ma kajaszünetbe felkísértem a Kolis Honvéd Kadét haveromat a szobájához. Igen, Honvéd Kadétok és mi rendészetések együtt vagyunk. És a folyosón Johnny Q-nak Can You Touch an Officer Gun videóját néztük, aztán pont jött fel a kiképzőm, és sípkelődve megkérdezte, hogy na is, meg szabad fogni ők a fegyveredet, ifjúság. Erre enyém bunkón, de nevetve azt mondtam neki, hogy persze, ha megkérdezik ki,
Ha megkérdezik, kitárazom nekik, és fegyvert okoz biztosítva. Apparently is not. Még mindig MG-zik mindenki, mikor tanulják meg végre, hogy nem szabad. Hát, ja. Hányan leszünk akkora? Egy népszám, egy számolást csináljunk be. Digo 1. Steve 2. Alien 3, én 4. Jó, papucs, te is akkor? Hát nem tudom, melyik jobb. Lehet, nem biztos. Jó, akkor vagy 4 vagy 5-en leszünk rá. Kicsit lejjebb halkítom a játékban a sound effect-et, mert sokkal halkabb az embereknél. Hát ez teljesen mindegy. Van két rendőrautó, egy interceptor, meg egy RS. Kékeres, véreresen? Teljesen mindegy, hogy nem jönnek sokan. Van egy nagyon jó tervem, amit meg akarok betyárom. Valósítani. Betyárom! Hát nem szabad ilyen csúnya nagybetűket írni. Az lenne a tervem, hát ugrik rá a bot, el se tudtam olvasni. Mit szeretnél volna? Drága cimbora. És cserélni akarok a rendőrökkel. Elni? Mi menekünk rendőrautókkal. Soha nem fognak belemenni, nem fognak. Miért nem? Múltkor azt mondta tárgyaló, hogy belemegy. Ki akar belemenni? Aki bent volt tárgyaló valami, faszon tudja, ezredes volt a tárgyaló, hogy mi a geci. Biztos, szerintem... Vagy milyen volt. Ő azt mondta, hogy ő személy szerint, ha ő a tárgyaló elfogadja a akcióparancsnak, akkor meg belemegy. Hát tetszik neki az ötlet. Én adom. Egyet még sose kértek. Szépapi, lenne egy kérdésem, nem tudom, hogy elég random, de mikor élvezted legjobban az RP-t? Akkor levisszük rendesen. Jó, hát lennek jó ötletem. Szerintem Eszterrel. Eszterrel volt a legjobb ilyen kémia. Nagyon jókat nevettünk, nagyon jól szórakoztunk. Igen, szerintem az volt nekem az ilyen RP-nek az aranykora. Tényleg annyira undorító szar... Alpáriba le tudtunk menni együtt, és úgy, hogy senki sem sértődött meg, hanem nagyon jó ízűen nevettünk, hogy szerintem az volt a legjobb az elmúlt, nem tudom, 4 évben. És itt is van, sziasztikém! Tudod, azt is vett figyelem. Igen, azért mondtam, hogy nem mindegyik fog belemenni, mert szóval valamelyik... Igen. Van a sajátodat, hogy passzokó például, azt az érted, nem fog belemenni. Jövő. Papút, szépen a restreambot a hosszú üzeneteket levágja, és nem küldi át a másik csetre. Hát ezzel sajnos sok mindent nem tudok csinálni. Gamer with Hun. Miért is beszélek szépen? Nem hiszem, hogy én állítom. Mert megy a kamerám, aztán akarok ilyen csúnya beszédet hallani. Nem mondok semmit most. A faszom, beleverem. Az besz meg, baszta, azt a büdös kurva mindenit, az bassza meg. Jó van, patkány. Mi baszta meg, Digo? Nem ismered? Hogy az besz meg baszta, azt a büdös kurva mindenit, az bassza meg? Nincs meg az azbest. Volt ilyen, azbest.hu. Régi YouTube videó. Ja, jó van. Tudod, kérted, de vezőj, hogy azért volt, igen. Az meg megbaszta a anyukám, az. Hát nem megmondtam, hogy ne gyere erre, meg ne gyere bere. Mama, én marad! Lemaradtál tegnap ember a nagy daráról. Na, milyen nagy darab volt? Szia, pufikám! Nice. Pufikám, te használod az anti-MG-s cuccot a streamedbe? Amit Robi fejlesztett? Vagy még nem kaptál hozzáférést? Nem tudom, hogy Metos kiosztotta el nektek. 360-at, OBS-be automatikusan eltakarja a dolgokat. Jaj, térkép. Nem gondoltam volna, hogyha ennyi eszem a rendőrök. Jaj, hát az inventory-t azt nem sajnos. Jaj, telefon. Erre nem voltok szemünk, jó? Inkább én sem akarok mondani semmit, ami a tegnap tört. Én nem, ha valaki ennyire lehetlen, hogy MG-zik csinálja. Hát én ezt tudom, de hát attól még... Értem, hogy értetlen és MG-zik, de ha tudsz ellene tenni, mint streamer, akkor egy mozdulattal, akkor miért ne? Csőváz, UFO! Mi van, UFO? Katonai alien lettem, láttad? Nagyon komoly vagy, milyen jó sityakod van, he? Az mi a helyzet, Igor?
Minden kapva megyek, aztán zabálok valamit szerintem. Bemegyek az uhuba, hát ha ott van a izé, a csajszikám, mert azt mondta, hogy az lepippantana a WC-be meg minden. Várjál, lerakom a botot, azt megyek vele. Jó van, gyere, akkor visszatolatok azt, hogy ne lejöhetni, hát persze, hát nem olyan csúnya az a csaj, hogy szégyeljem. Elterelésként. Elterelésként jöttek a sok autó. Csak érdeklődtem, hogy hogyan fogadhatom el a duált. Szerintem nem kell elfogadni, de automatikusan elindul. Csak az arénát kell elfogadni. Várjál, mikor lerakom a fegyverem, nehogy baj legyen. Hogy tudom ezt az izét szintezni, hogy ne verjek mindenkit, leveredjen? Úgy van, pufikám, minél többet beszélgetsz a chatbe, úgy kapod az XP-t. Nem tudom, hogy mennyit kell egyébként, mert gondolom limitálva, hogy ne spammeljenek az emberekre. Ha minden streambe kicsit érdeklődsz, meg smúzolsz, akkor úgy szintet lépsz. Meg a harcán. Milyen csinálja, aki semmilyen, csak nagy a pofája. Mindig az hazudja, hogy a boszi az. Megdurra mindenki, és de hát a kutyája nem vagyok annak a lánynak. Nálam volt fegyverünk, nálak. Nem úgy, hogyha játszol, én azért kapok XP-t, hogy beszélni. Köszönöm szépen, hát ez legalább autó, ez BMW. Jó estét. Cső, vádz. Jó estét, nézd. Bementem, én előre kihoztam, és azt mondtuk, hogy lőjünk rá, hogy bevegyék őket. Ez lett az új színünk. Igen. Ilyen családszín, aha. Hát olyan kicsit olyan húgyi, nem? Miért húgy? Hát már úgy néztem, mint a vizelet, mint egy kicsit. De egyébként tetszik. Dio King. Persze. De most mit csinálsz? Ki tudom, hogy azon van? Az egy görög oszlopod ebben. Szállja vissza a húgyszíni kocsitba, de gyorsan. De nézzek, aranyszínű ebben, nézzek. Ja, lehet, hogy kint az. Rádiós már. Rádió. Ó, ki már jó néz ki. Már úgy néz ki, mint az egyik BMW X5-ös, amit majdnem megvettem. Na, ott lenn, ott olyan volt, mint a vizelet minta. Elmegyünk a izébe, megcsináljuk a BMW-met ilyen szép színűre? Ilyenre? Hát persze, nem hát azt mondtad, hogy ez a családi szín. Ja, megcsináljuk. Már ki vagyok tagadva! Nem, de saját kocsit nem muszáj, de nyugodtan, persze, gyere csak. Megcsináljuk. Csak egy-két izé családi kocsi lett, ilyen tudod. Ja, jó, van, oké. Meg a izébe el kéne mennem az uhuba, hát ha dolgozik a csaj. Kicsi bosszikám. Azt ezek sebbe, sebben a vadállat. Ki dolgozik, boszik? Szirega. A boszikám, igen. Ja, faszom. Szint baszolkány az, vagy nem értem? Hát boszinak hívják, csak mondom, az a csaj, akinek csapom a szeret, he. Nem boszolkány, ez olyan csúnya, vagy mi? Miért a boszolkányok nem csúnyák, csak imádnak dugni? Emberek. És egyébként hát is válogatós fasznak kutyában a helye. De az a baj, hogy... Na, majd egy csúnyát mondtam. Mondom ki. Sziasztok. Csubi, Dári, haj, figyú, már át kéne színezni ezt a verdet, mert nem úgy néz ki, mint a másik, aztán szeretnénk egy kicsit így összepasszolni, meg ilyenek. Nem úgy, mint ahogy két férfi szokta a bárba, hanem csak úgy normálisan tudod, hogy úgy jól jön. De jó pólód van, ember. Kösz már. Mi van veled, van baj? Tetszik. Fucking es. Tetszik. Egy ilyet elfogadnék. Hát igen, ja, gondolom. Lesz. Lassacskán, hát én úgy tudom, hogy igen. Csak, jó van azért. Jó, szóval után csak idejét. És mikorra várható? Halván én a fingom sincse. De jó, amúgy faján megcsinált a Mauro nő. Bácsi. Nő volt, ilyen nagy csöcsi. Nagy csöcsi. Jaj, a nagy csöcs, nagy seg. Mint a számba, tudom. Hallott, hogy tudsz velük beszélni, akkor van neki nekem nagy fasz. 12 000 darabok ként majd. Meg ilyenek, érted? Milyen nagy fasz varjanak a gatyádra? Hát érted, lássak, ez itt nagy a csomag. Hát az ilyen plüss. Így kitomja. És elnézést, leragadtam a nagy fasznál. 12 000 lesz darabonként. Jó, van. Azt számlázni tudod-e? Kápés. Kápés? És van itt való ATM? Jönni látom az ATM-et, szóval nem kell mondanod, most már látom, minden rendben van. Jó, akkor kiveszem, és akkor körülbelül összesen mennyire? Hát attól függ, hogy mennyit szeretnél rajta módosítani. Ja, hát én csak a színet szeretném egyébként, ez egy tökéletes autó. Olyan hát legyen, mint a másik. 12. Mi a izé? Van rajta valami izé? Fénygenyó? He? Nem. Zapszem, vagy hogy hívják? Elsődleges gyöngyház van. Újra be kell állják itt. Elsődleges gyöngyház van, meg szín, nem? Ennyi. Elsődleges szín, gyöngyház. 2, 24 000. Jó. Elsődleges szín van, meg gyöngyhá! Jó, nézem. Azt mondja, hogyan van, várjál, tiszta arany.
Azt hiszem. És csiszolt a másik? Elsőleg egy tiszta arany, és csiszolt arany a másik, vagy milyen arany. Dörzsőt. Ne, világos arany, bazd meg. Az elsődleges, ugye? Tiszta arany, igen, és a világos arany a második. A íz egy gyöngyháza. Hát ebben a filmben ez megint úgy néz ki, mint a húgy. Hát igen. Na minden. Ez azért van, mert meglátnak és behugyoznak tőlünk. Az Kösz, már figyelj, már meg is tudod patkolni egy kicsit itt ott, mint a kitört volna az ablak, meg ilyenek, hogyha már ott vagy, akkor azért biztos benne van kedvezményesed, nem? Még különben leszívják a manók, vagy mi? Hát persze. Kiszívja a napot, túl sokat kín van. Elszívja a napfényt. Gyász, adja meg. A folyik a festék. Be kell rakt szárítani egy kicsit. Aha, majd hajszárítózom meg ilyenek. Megcsinálom neked, mert valaki letépte félig. Nem tudom, ki üt az anyósan. Nem én voltam, az 1000%. Hát ezek a rendőrök, de jó. Téged? Aha. Kell menni? Nem kell, mert a autókereskedéshez. Ez kezdjük. Motorra ránézzek, vagy elkarosszéria elég lesz? Motorra? Semmi baj nincsen, de azért megnézed, az figyelj, hogyha már ott vagy. Figyelj, Ludlom, szerintem nézzen rá jó rugókat, hát ha kell a barátomra, kerülszem rugó. Ki tudja, mi történik a kocsiba? Már rám, nyomja rá. Előtt pászul, majd ő igen. Ah, na, szerintem azt is nézze meg, jó erős rugóker, a legnagyobb! A motor az 9,9-es, arra rájavítsak neked, vagy ezt nem kell? Nyomod, mennyibe kerül? Jó, akkor csinálom. Azt se tudod számlázni, e? De, hogyha magán a kocsi és nem céges, akkor számlázok, csak utána akkor számolnom kell egy. Magán a kocsi az enyém? Már most rajtad van, nem magádban. Milyen játék, ami fent van a képernyőn? Az ilyen streamer játék, egymásra tudtok harcolni. De magánkocsi, nem? Akkor is. Azt akkor kevésbé az enyém, vagy mi? Jó, hát akkor kész vagyunk. Mindjárt leveszem az emelőre és mehettek. Kösz már. Urabban, erős rukót is tegyen már be. Figyelj már, baszad, és a izére is lett volna a fényezésre, azt most én meg kifizettem. Hát ne, a fényezés az azért kedvezmény, mert 12 000. Ja, jó van. Azt hittem, azt is felírták 15 vagy 16. Nem, azt nem, a tuningot nem írják föl. Jó van. Egyébként egész jól néz ki ez. Köszönöm. Csak majd ezért intézetek majd. Majd intézetek magatoknak papírt. Mit? Ezért? Forgalmit? Nem, forgalmit. Papírt majd, hogy tudjatok, milyen papír? Szerződés nálatok is. Ja, szerintem van egyébként nálam papír. Jogsi vagy személyigazolványítom. Várjál már. Dokumentum, pszichológus, gyertire nincs, jó van. Nincs, mert jogsi vagy személy kell hozzá. Ah, jó van, akkor. De mihez kell? Hogy kedvezményes legyen a szerelés, szerintem. Aha. Mert nem adtak papírt. Ebben a színben szebb egyébként. Na, mentem kajálni. Jó étvágyadban van. Azért eléggé pacakosak vagyunk így. Igen, megjöttek az aranyemberek. Tudjad, milyen verdát szereztem, Digu? Itt egy tahó, egy tereshad, valami. Hol? Kapaszkodj el, UFO, mert aztán összetörjük magunkat. Kapaszkodok! Helyes. Be vagyok kapcsolva, jó, be vagyok. Kapcsold be, mert aztán kirepülsz ottan a szélvédőn, összetöröd. Hát mit mond, él ilyen anya, meg él ilyen apa? Hát ha kirepülsz, akkor a földön már nem él ilyen. Hát az. Ti most a Beroid Gang vagytok? King of the Streets. Én ilyen, meg nincs. Ez jó, szerintem nekem is van ilyenem. Hát akkor szíjjál ki, ne idegeljék. Ez a tücsök töcskölő, úgy hívom. Hát ez a 92-es mini. Igen, a baby fasz. Ja. Ezzel tudok ilyen fordítva kompenzálni, túl nagy a brém. Hát igen, azért jár kénysebbbe. Igen. Menjünk el az óvóba. Na zsá.
Én is nagy autóval jövök, ember, nem ilyen picibe. Meg tedd le az autódat, mert nap kiszívja. Hát majd leteszem valahol, addig csak nem szívja már ki. Itt van egy garázs, leteszem, azt felveszem. Ja. Az hogy van, Tigo? Mi a helyszem? Egyébként minden fasz, köszönöm szépen. Szuperül vagyok, jól érzem magam. Lazulok, Hawaii Digi boldogság. Meg ilyenek. Na, az a jó. Oszt veled, mi a helyzed? Ha addig vagy ébren, akkor lehet nem fér bele az ékszer. Mi egy óra alatt nem tudod meg ékszerelni? Nem, egy óra alatt biztos, hogy nem. Hát nem bírom, most figyelj, most 5 koász neki tudsz hozni. Neki állsz rabulni. Hát akkor majd egy kicsit tovább maradok akkor. A tárgyalni. Meglátjuk. Mi van? Beszartál? Hát van, de belénk jött. Hát de csak majdnem, most attól meg kell ijedni. Hát mondom, megijesztem a hangomban. Már nem kell ittem félni, jó kezekben. Majd! Na most kicsúsztunk, most megijedtél volna. Mondtál ennek a tőgyesnek, hogy mi a helyzet? Milyen tőgyes? Hát a boszorkányodnak. Mi már ott van? Hát ezt kérdezem, nem szóltál neki, hogy jöjjön ide? Hova? Dehogy is. Hát csak lemegyek azt, hogyha ott van, akkor örülök. Hát akkor meg nincs ott, csak azért mentem, tudod, hogy hát nem szabad neki szólni, mert akkor az nem ugyanaz. A picsáknak nem szabad szólni előre, mert akkor azt érzi, hogy kajtatsz utána. Csak oda kell néha menni, és akkor, hogyha ott vagy, akkor neki nem kell tudni, véletlenek, tudod, hogy jó, te is itt vagy, jó, bazd meg. Jó van, gyere ide. Tudod, ahogy ide. Gyere. Szia, kigeci. Hát nehogy már mi, majd mondom, hogy jó szívecském, itt vagy, eljövök hozzád dolgozol, hozok neked valamit. De és a picsák nem szeretik ezt. Nem. Szia, cica! Jössz szép fajban, szalak meg, gyere ide. Kicsi, cicu. Jaj, nagyon édes. Jó, hogy az a cica, aztán a mi a cicára volt? Ja, nem, a kis cicát néztem. Van egy macska? Van a csajod, Tigo? Kisközi, sehol sincsen. Azt hittem itt van, csak reménykedve voltam. Ez egy élő macska, bazd meg, veszel a végét és az anyámat. Láthatóan meg lehet simogatni egyébként. Hát beszélsz. Vigyázz, hát ha valamit csinál, igen. Láttam egy filmbe. Miért a macska ráharap valamit? Mi a faszom? Azt én is láttam, a izérben volt, nem a horror vakatban, amikor izé cicáznál a golyókkal, mi? Meg egy cicázza, geci. Azaz. Vétres dálkesz az, aki tényleg úgy kell letörni a macskát a dálkesszel a pultan. Pam! 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 Leesünk, kiesünk az ablakon, keci. Úgy, aztán ott megmarad a vizet, betudom. Amikor kütti az ajtón minden. Keci, de most gondolod, ember, ilyen kevéled a kár szeged ember. Kinyírnád a nőket. Szétszakad ember a méhük. Hát figyelj. Láttam én olyan nőt, aki kihúzonnak izéket, baseball labdákat többet is, szóval szerintem minden megoldható. Meg azon kifér egy gyerek, az se kicsi, érted? Hogyha csecsemő méretű péniszed van, 6 kilós meg minden, akkor azt nem kell kövenni. Hát de mindig azt mondja, hogy baby faszom van, amúgy. Igen. Meg látják, az felsírnak. Az meg is 3,5 kiló. Á! Jó, van, eleget simogattad ezt a rülyes dögöt. Jó, van, akkor felütöltött energiával, megsimogattad a Pikachu-t, aztán most már mehet a villámcsapás támadás. De akartam amúgy kérdezni, szőrös már a pöcsöd Alien? Mi a bajod? Mondom, szőrös a pöcsöd már? Ehhez erről nem kell tudnod. Lehet, hogy ízre gyantázza, vagy ilyesmi. Csak azért tudod be, hogyha nem, akkor felhúzhatod a macskát a faszodra. Én nem te szőrös vagyok. Lesz tőle, vagy mi a fasz? Szőrös kicsit lesz. Már nekid van kábúj, nagyon moslék vagy. De amúgy most széjjel van törve az autótok ember. De hát igen, az Alien vezetett, aztán kicsúszod. Mi? Én? Nem tud vezetni, bazd meg. Egy kicsit odaadtam neki, azt látod, ez van. A drága VMW. Hát igen, nem baj, majd gyorsan megszeretetjük még, mielőtt elindulunk. Ha mi lenne, van még 20 perc. Ő vele jössz amúgy? Ja, fogalmam sincs, én jövök valakivel. Már itt az autóval, hát ez ki van turingolva, ez biztos ezzel jövök. Uh-huh. Vagy motor. Motort szeretem még nagyon. Az új motor megvan? Mi? Van egy új motor, ez a fel. Há, minden megvan, csak nincsen izélve. Nincsen megpatkóva nekem. Tegnap adottam. El kérem, hogy miért ki tudom volni meg ilyen. Na, az jó volt ott. Az egy gyönyörű. Fatboy Slim. Ja, tegnap adottam a kocsimat, hogy menjetek. Menjünk rúzoljon, zaklassunk embereket. Melyek? Benne vagyok. A Dark Horse és Mehér Mustang. Valaki abba ült be. Na, 500 000 csurintra van lefoglalva. Wow.
És ebben már... Ebben benne van a kedvezményünk is úgy... Itt manőver! Jó vagyok. Gyakorlom a rendőrautós kitelést. Helyes. Egy ember, nézd itt egy nő. Ja, pazd meg az hát szerintem ez neked való. Ez nekem való. Az a parfümös néni. Te rá fogtok menni, jól hallottam? Tessék, mondd még egyszer. X-re mentek? Aha. Apátok hát rendi. Csá Károly. Ki van? Még helyen. Mizu Pufi bácsi, jössz X-re? Ja. Király, van még 19 perced. Talán oda én. És turkolok neked, nem, vigyek nem neked a járókeretet esetleg, éhes vagy? Hol vagy, Buffy, el kell menni érte? Tengerpart. Te nézzél már be a gymbe. Valaki egy. Nem akarunk túlzni, vagy de? Hát még nem, de 5 óra lehet, nem? Előtúszozunk. 5-kor nekiáll mindenféleképpen. Digúva csak 6-ig van. Meg egy kicsit. Igen, meg csak a hegyét. 5-ig meg egy kicsi. Hova kell most menni? Most szabad foglalkozni. Hát 5-re. A placunkra. Ott a kész állapotban. Itt egy ember. Jó eset, kiváló. Nyihau, hello, Sumi Dária. Szotyi van, Dali. De jól nézel ki, Dali, milyen jó a bajszod. Ja, köszi szépen, ez itt tudod, jógázgatok, meg ilyesmi. Ja. Kell a nyújtás, érted, 1.82-ig lábbal kell pofozni, érted, hogy van ez? Ja, azt hittem az autofelációra gyúsz. Ja, nem, izé van, érted. Nagy Muay Thai bajnok vagyok, államszólós, érted. Volkov Szentse, nagy unokatestvérem, félig cigány, félig kínai, nem vagyok laszista, én is az vagyok, érted. Mókan Szentsáj. Mi a helyzet, papikák? Jók vagytok? Minden faszát. Most, hogy ilyen hírességgel vagyunk együtt, így talán még jobbak vagyunk itt Mókan Szentsáj. Mi az a Mókan Szentsáj? Ez a testvérodnak a neve, aki a felmenőbe? Boaka Szentsáj, aha, és tájföldi. Aha, félig kínai, félig cigány, érted? Kicsit olyan, mint hogyha hánynál, nem? Boaka. Olyan. Mindig izé gyomorszájon ütötték, érted kicsinek, azt leállagadt a név. Szegény, a Boka Szentszáj. Ja, én is sajnáltam mindig, azt kijött a nagyi, szólt az acélbetétes ilyen bambuszpapucs, azt jó. Azzal mindig pofán vágta, érted. És így dobva csinálta, vagy kézbe, vagy így lábbal, vagy felnyúlt addig a lábával, és úgy pofozta fő? Nem, simán csak megdobta, érted, egy ilyen 20 méter elől. Ja. Hát ilyenek ezek a nők egyébként. Ha hogy a viharban ne tudod, hogy célzolt, azt a mindenit neki. Cső papucs. Hello, ka. Nyihau. Itt vagyok a híres ütőben, Muay Thai bannokkal. Nem akarsz kiállni ellenek? Ja, amúgy... De már verekedtem el, tiéd a Duster? Ennyim nem. Ki a Duster? Nem tudom, én az éve vagyok. Tiéd, te csicska. Megvan a padból is. Jó, nekem is van. Mi az egy jó autó, nem BMW? Hát bazd, én tudsz gyere, bármivel leberlek vele. Gyere bármivel leverlek, na vegyük, na nézzük meg. Na gyere. Na csak megnézzük. További jó est, vagy estét edzés, basszat, nem tudok már beszélni. Lép napot. Kéne innom meg 3 kávét. Esetleg valamire, izé, protein shake, valami most csináltam. Hát figyelj, hogyha már ilyen jól mondod, akkor egy kis izé, protein shake-et azért be tudok nyomni. De mi az, hogy most csináltad, és valamilyen csak nem szartál bele, remélem. Dehogyis, ne vicceljét, inkább belevertem. Különleges vendégeimnek szoktam. Hát figyelj, ha nem tudsz róla, nem fáj, nem? Ez olyan, mintha megbasznak álmodban. Ez azért legújabb izéből van keverve, érted? Különlegességből. Szia, Muna. Van izétok is, amúgy kötszeretek is? Van, persze. Jó, mert az nem kell, csak kérdeztem. Kötszer? Azt minek? Nézd csak, mérzik a makkod. Ó, köszönöm. Mindenki a vendéged? Hát figyelj, hogy csak gondoljátok, akkor meghívott titeket is. Köszönjük! Hát figyelj, hogy már ilyen szépen kérdett, persze. Hát hogy te kaptál, hogy ne haragudj el. Hát azért, mert én kértem. Érted? Nem, aki kér, az talál, az nyilván. Látszik rajtad, ember digú vagy ember. Látszik rajtad. Hát ez ilyen. Kisebbség, bazdik. Ez a kisebbség, én vagyok a nagyság, jó? Köszönöm szépen! Hihetetlen. Tessék, papika. Megiszom. Maga a legjobb. Szisé. Hidratáljál, baszod. Hidratáljál. Készebb, jó. Öntsed be lesz a szemgolyódba. Jó kis izé van, ezért ugye csipogni. Eples málnás, vietnámi izé. Van szávis. Hallod, Dufo, azt a fekete porot, nem akarod levenni? Abba, basz. Ki én? Nem.
a déli, amiké vagy te. Azt miért? Mi bajod van vele? Mert mi lenne, ha nem lenne rajtad? Köszi. Mi a baj lenne? Kinn ne lenne az rajtad? Az éli. Ó, fúl. Miért mi a bajod a pólóba? Hát szerinted? Ja. Tegnap. He? Igen. Volt valami? Igen. A pólóval? A pólóba megvertünk téged, csak nem emlékszel rá. Ja, akkor jó van. Mert felnyomtunk neked, felnyomtuk neked az Aliennek a fejét, meg a sisakját. Nem is fájt, akkor elég kis feje volt, összehúztátok. Szegény szeretnéje. Letéptük a csápját, feldugtuk neki, megforgattuk, az visszaráragasztott. Hát akkor, akkor idén nem is kell mennem már izéhez, nem akkor izéhez, sektológushoz. Hát itt te valaki, melyik Aliennel összekevertél, mert azt nem én lehettem. Hogy nem te, ahol te az a kis faszulka csak gyerek. Ez komoly, ez jó, hogy nem leállt. Nekem ez átjázni kell. Lepetézzük érted, mint az Alien versus Predator, meg is tojásokat lak, meg minden érted. Hát nekem aztán ne rakja be a tojásait, mert akkor megsértődök-e. Na, Digó, kurjuk meg akkor ezt a fekete Dacia-t. Gyertek! Egyszerűen jussal a kocsit, hogy gyere, azaz. Nem magyarázzál már. Kocsihoz megyek, szétbaszom ők. Itt vagyunk a gym előtt. Bazd meg, éli! Jaj, azt hittem megölted. Mellé. Papucs randalírozik, meg kell ruházni. Jaj, te kinek? Kösz. Azt hiszed az a szarra, bármit érsz, egy BMW ellen? Gyere! Fogta tudni követni? Na, gyere akkor! Ja már? Na várjál, megszopottam a Digót! Ugye ez a Digó belerakja ebben a fekete baláj barnáját, akkor véget. Ja, benne vagy, benne vagy. Hogy alak hátuló Digó, vagy mi van? Nem megy a BMW? Nagyon kövér a izé, az Alien. Kösz! Az a baj, fogja a majd évasat, ezt üvölt, azt amiatt nem tudok gyorsabban menni. Lél áfogat! Azért nem egyetek egyik is. De hát, mert ide kell tájék megfogni. Merre mész, te fasz? Merre akarsz menni? Gyorsan tönkre törik az autókat még az üldözés előtt. Ugrass le, ugrass le, ugrass le, ember! Nem, mert nyuszi. Badulj meg, csodapes! Egy órá ugrattod? Én ugrattam. Figyelj azt, hogy mi vagyunk a gyuszik, azt már durrott is a fáfa. Csak kiegyenlítettem, mert egy kicsit pupos volt a BMW oldala. Ez a Böbbi az nagyon izé csúszik. Igen, egyébként, én is azt látom. Biztos azért, mert... nem tudom, mert rossz a szín. Egy gyári kerék, egy gyári kerék. Árján, papucsa, le van maradva, Digó. Direkt próbálok rájönni, hogy merre menne az beelőzni. Mi a fasz? Egy, locsi! Ott a Pikachu! Azt láttátok, hogy egy csávó elrepült a faszommal? Én voltam. Az te voltál? Igen, lábra érkeztem, mint a macskák. Mi a retek? Folytonosan. Hogy? Én is, én is. Harod, fel lehet ugratni? Tudod, én tudok. El. Na gyertek vissza, ezt meg kell nézem még egyszer. Hát de várj, én nem merek még egyet ugratni. Na legyél már nyuszi, legyél már férfi. Mert én pörögtem itt ezt. Mutatom várjuk. Kicsit úgy néz ki, mint a... Igen? Alien, miért nyújtál bele a kormányba? Simán meg lett volna. Áó! Jaj! Jó, Istenem, a lábom! Ó, a lábom! Jaj, 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 jaj!
Hát. Igen, az is. Jó vagy. Vigyék kóházba. De. Jaj. Sanders felett. Sanders felett. Mi ezt kell mondani neki, hogy Sanders feláll és akkor jön? Ez ilyen izé, ilyen nem biztonsági szó. És te talpra érkezel ezen a szaron? Igen. Utasd már meg, menjünk már itt. Tényleg? Simán, persze. Jó van. Én hiszek benned, de hogyha átversz és meghalunk, akkor visszajövök a sírból. Na és elrendlek téged a tékeres farkommal. Tedd a számba. Teszem már, várjál. Várjál, nem, várjál. Jaj, ne! Hát learapom! Jaj! Jaj, te valami, mit csinálsz? Hát ez ennyi volt. Leért a tető. Azt mondtad, talpra ész. A talpra elkezdtünk félni. Aha. Hát ez rogykodj. Csináltunk egy flippet. Nagyon jó. Jó. Csak kár, hogy leért a tetej az autónak. Jaj. Hát akkor kell egy fuvar, én úgy látom. Jaj, baszki. Bele vagy öreg! Én tényleg a rádióról leestem. Esi, vadulj meg Csudapest! Csokola! Vadulj meg! Vivian! Baj, az... Mi a fasz? Áó! Bazeg! Pufi bácsi, te vagy az? Itt elütöttek minket az őslakosok-e? Mit csináltatok? Ti is repültetek? Nem! Csak azt láttam, szóval... hogy írtál az UFO-t elbacztánk. Azt megszlátta! Geci! Ezt nem látta, Geci, nem hiszem. Ezt láttátok, ember? A szó szerint, bazd meg! Komolyan mondom, ember! Úgy ezt érzem, hogy cserek. Meghaltam X-nél. Végem van. Istenem! Bazd meg! Kell egy mentő, meg azt hiszem kell három szerelő. Négy. Papucs, te kocsiddal lehet még menni? Nem. Fejtetőre raktad te is? Hát, csináltam egy kickflippet. Jó, akkor szerintem egyik kocsival sem megyünk. Jaj, bocs! Jaj! Bocs! Jó, eljár a kezem nekem is. Szájban előjelek. Jó, köcsök, van már. Csicska dácsiázzal együtt. Nagy legyen egy lyukas kereked életedben. Jó, van neked még egy lyukas fejed. Hát embered van, véletlen, tegyen, tezzek. Van nála szárpertülő? Egyen szárpertülő? Mindjárt jön a szerelő. Adja már szárpertülő. De ezt minek neked zárpertülő? Mert betonkeveret akarok lopni. Tessék. Azzal jössz menekülni? Aha. De ki fognak jönni ide a rendőrök? Ja, az meg másik. Azt élek el, bazen, nagyon lőjük meg, mint tegnap. Jajaja. Ó, bazd meg, tudod egy pentát ember itt a fal zsebembe. Azt a kurva. Hey, te megdöglött? Bazd meg, szerintem kinyírt a Predator. Szarad. Hallod, én itt testem le, jövök ember digóékhoz, figyeld. Figyeld, erre gyere. Volt a pufi, bazd, le ne essék. Hagyj le, jön a betonkeverő, jön a betonkeverő. Itt, itt testem le. Látom. Elfogítni. Gatya. Hát ez gatya. Itt úgyse jössz. Á. Gyerünk meg. Digo minőr amúgy. Nem tudom. Mi történt? Rájött a faszára. Én nem beszélek. Digo! Digo! Szomorodj meg. De kélek, csoda! Azt hittem megölt a Predator ember. Hívjátok szerelőt. Nem hívtál szerelőt? Hát én egyet hívtam magamnak. Hát figyelj, kérdés. Szerinted a kocsimba tovább lehet menni, hogy megpördítem a levegőbe? Nem. Úgy már nem, mi? Nem. Faszom, verem bele. Segítek én ilyen, ne szenvedj, jó? Ember, de kell még erősítés.
Kéne még... Igen, ja, két Dacia, egy BMW, meg egy izét kéne elvinni. Hát, még három mondom, hogy kéne. Bugatti. Dacia, én kutya először borondok. Hát szobd már ki a Dacia-dat, geci. Mert baj van a Dacia-ban? Van, azt létezik. Elnézést, srácok, csak holnap jönnek megcsinálni a beázásomat, és azért hívtam. Ja, mentőtem is hívtunk, csak szerelőt? Hát látom. Ja, mentő nem lett hívva. Hogy fog itt túlszózni, ember? Sehogy. Borultunk egy nagyot. Rádiósz. Oh. Figyelj már, Pufi bá! Igen? Azt mentőst hívtunk? Én nem. Az jó. Híjak? Hát... Kell mindig. A fejem egy izébb a keszi tartóba. Megírtam, hogy tömegbaleset volt, ellátásra szükségünk. Na hát, hogy csak ferekszik, csak ferekszik. Hát ez ilyen, viszi a súly, tudod, a lábát ilyenkó. Csak ferekszik. Lelövöd? Te pegyben mentél rám pont, gyere ide, szíj! És mi a Pufi bácsi a levegőbe jutsz? Te! Pegyben mentsz rám fogni? Uradra és parancsolódra, te büdös kúr! Na gyerünk, mutasd meg ki a férfi! Mi? Gyerünk, bam bam! Azaz! Mutasd meg ki a férfi, gyerünk! Ne engem nézi, tudom, hogy gyönyörű vagyok. Nincsen gyors kész, tudod? Ócz, bazd meg, elbasztam! Azt el? Nem, ezt is elbasztam! Hoppá, ezt is elbasztam! Dam, dam! Hoppá, ezt is elbasztam! Az milyen volt ez az alsó horog? De jól nézett ki! Nem is láttam még ilyen alsó horgot, csak a Pufi bácsi adja ezt. Nézd, mindjárt ad ide ki egy alsót is. Mégse ad. Bam! Most? Dim, dim! Rendőr az nem jön, csak szerelő jön-e. Itt kortalik az Estivel meg Petivel, nem? Nem. Hogy csináljuk, hogy behozzák az összes kocsit, és úgy kezdjék el utána megszerelni? Igen, 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 nem láttam még. Mit kérdezett, Papucs? Mondd még egy... Mi? Csinálják, hogy behoznak, behozzák a kocsikat és utána szerelik, vagy az, hogy most behoznak engem, megszerelik és kimegy vissza. Hát hozzák egy folytába az autókat, aztán majd egyszer megszerelik. Itt még van kettő autó. Digó, tudsz vele menni? Vagy Élien? Amelyik... Hát a szerelővel. Mennyi Digó? Élien, mennyi? Mennyi Digó? Vagyis, menjen ő, mert akkor ő fizetni. Nem kell fizetni, ingyenes. Ja. A picsába. Hivatalosan amúgy nem ingyenes, mert hetisek vagytok. Hát de úgy, havi, de nem úgy, hanem nekünk úgymond nem kell fizetni. Igen, mert hogy fő van írva a listára, azt majd az intézi. Szerintem kecére nincs egy darab mentőse egyébként. Nem nagyon kaptam a csipogóra, hogy elindultak a hívásomra. Miért hívta mentőt? Ezt úgy hívtam, hát tömeg baleset volt, hát nem hívok mentőt-e? De már hívtunk mentőt, már mondtam, hogy nincs mentő. Ja? Hát csak akartam kérdeztem, mondani, hívott én? Mentőt? Senki, azt mondta, senki nem mondta. Kussoljál már. Most miért kussoljak, Pufi bá? Most nem mondtam, hogy te mondtad azt. Mi magadra ismert? Au! Hagyd neki, Digó, basszit! Fekszik az öreg! Basszit! Mocsanak már, arra, hogy... Küldj szét, Digó, basszit! Küldj szét! Bam! Kinek, te csöves? Oh. Kinek? Ennek? Hop! Jó, de az öreget akarok elmi osztom. Ó, oh, bocs öreg! Ó! Oh. Bocs öreg! Ennyi. Milyen ennyi? Hát mi lefeküdtél, he? Nem feküdtem, azt csak elcsúszom, hogy jobb. Ezen csúszál. Bam! Digó, gény. Jaj. Pum! Hopp! Forulj már, geci. Nem lehet, nem szabad. Pedig nagyon le vagyok sérülve, az a baj. Ah. Te nem akarsz elesni?
Kufi bá! Nem! Esmája! Nem! Vagy ne! Nem tudom. Öreg, takarodj be a faszomba! Na, de rendet engem üssé! Hát meg, rendet rakok! Hát, de keci, nem igaz a faszokóban, keci. Jó, van, meg volt. Mi hát engem ütött, nem téged. Engem is ütöttem, baromára. Dehogy nem, hát mi a faszom? Mit csinálsz? Mi ez a teknős mód? Ez támad a tigris. Támad a tigris, és mire támad? Mit akar? Meg akartál ütni, öreg? Hát tudjad már hány kiló vagy. Nem, egy marad, itt marad. Ez a fiatalság ereje. Fiatalság olyat kapsz. Gyertek, segítsetek, Léci. Fuvarkéne, meg lehet, hogy fulla szállító. Yeah. Nézd, yeah. Igó, szétbaszt a pupi. Yeah, mi te? Ketten jöttek az öregek. De van annyi, hogy szerintem eszmérásban lesz a pufi. Hol menjünk, küldjék ordítása meg. Mi az öreg? A Sender pontból fölötti. Jó, akkor megyünk a két személyesen. Jó, hárman vagyunk. Ízom erős. Illetve megyünk izén. Yeah. Illetve megyünk ékszerezni, gyertek ti is. Cigizel, ha? Ne cigizzél, ezt hívd el. Egy, mert még dolgom van, kettő meg nem szeretem. Bazd meg, még jót adunk amúgy most be, most reméljük. Nem egy ilyen izé, szokásos? Ja. Slow fast. Az erő. Nem. Na jó van, Pufi bá, most már ne verekedjünk, mert elpusztulsz nekem. Nem akarom, hogy bajodessen. Hát mégiscsak képzeletbeli rokonok vagyunk. Akkor hogy vagyunk visszaszerezni, akkor le fogják foglalni. Utána szépen... Mit gyors kezezel? Hűha, kifizetjük majd a végén. És átvesszük. Nem fogjuk lefoglalni, le lesz tárgyalva minden. Miből vagy te, bassz meg? Atomból! A gyertesnek izéni kell. Atomból! BAM! Egyébként azt adják, visszakapja. Acél! És erő! Az a menő! Elhozunk rendőrségről, és biztosítjuk a rendőrautóiba. Van nekem mindegy. Borulj már! Nem tudok! Borulhatatlan vagyok! Borulhatatlan! Menjünk a börtönbe! A boxszál meg borultál, keci! Az akkor volt! Bam bam! Nem megy amúgy el valami kölytök velük? De, menj innen! Most tehát tényleg engem főz? Keci, megint beleszól az öreg, nem hiszem el, öreget. Bam! Menj már innen öreg a faszomba, mert előnek a geci! Hájra! Ezt akard lelőni? Ezt akard lelőni? Hűssön, fegyver vett elő a vadállatja! Jaj, mellé, bocs! Faszak szólsz, mert öreg! Jó Isten! Szerintem én jövök veled, barátom! Igen? Le fogom lőni. Meg Pufi bá. Jó, csak mondnak, hogy le fogom lőni, geci, a kurva száját. Vigyél el, Pufi. Ez öreged? Motoros boltos híd. És Pufi éppen menstruációs ciklusban, meddig ő szétbassza az agyát megállás nélkül. Geci, pedig ő beleszor a boxomba egy folytába. Te mennyi innen a faszom. Igen. Hopp, mi van? Szigui. Mi van? Elmenekülsz, nem mersz harcolni, mi? Nem nyertél, megfélemültettél, nagyon félek. Elutáljál! Ja. Puff. A kurva szálltad. És már is kurva. Ki a kurva, he? Ki a kurva, kiütetetlen vagyok, bazd meg! Kiütetetlen! Én vagyok a démon! Csali, tudni valami van! Nem bírom leütni! Szigó, te mit szedtél be? Semmit, bazd meg! A szupererőt! Dang! Na mi van? Ezt akartad, he? Ilyet akartad, láttam ám. Nekifutós, ezt helyezd be. Nézd, bum, ezt helyezd be itt, nézd. Toki, lőd már! Bum, helyezd le! Nem hát... Kell segítség? Öregtél, na, helyezkedsz! Meg, mert engem áll! Elmertek kapódni, nem? Te nem lehet leüt! Nekem mindegyik vagy bőle, nem. Csak okosan kell. Ah! Jön van. Nem lehet leütni egyébként, tényleg! Az baj. Mert ez így ezt szükségünk gyere! Spenótot ettem! Megteszed egy bejelentést, kellokták a kocsira. Ah, na! Jaj! Leborult már! Ó! Oh. Nem bírsz a spenóttal! Au! Esélye! Au! A boríthatatlan!
Én vagyok Invincible! Hülye vagy te, nem Invincible. Bocsánat, az az. Fekszik az is. Hogy oldalba várod? Lőni le? Ne. Az az. És még el sem nyerted méltó büntetésedet. Bocs, Loki. Az az. Sajnika. Jó van, ott marad az öreg. De gyere te is! Te jössz most tök fej, Ancsi! Beragadt. Beragadt a Pettől a HP-m. Ilyen volt a verekedésnél. Ajaj, ezt megmondta. Ez fáj. Előhettem? Nem. Ja, nem fogja a golyó, akkor szuperben bazd. Igen, egyébként. Jó. Menjek át rajta, autó? Egyébként szerintem nyugodtan átment. Meg. Biztos vagyok benne, hogy ez most nincs rendben. Lőd lábam, most már tényleg geci, hát Istenem. Na mi van? Ne szórakozz már, geci! Na mi? Én elkezdem darálni. Gyere! Na gyere, leveszem mellem! Na gyere! Lőjj le! Ne lőjj le! Na, ez már használ! Jó van! Geci! Van egy kis gomb. Na mi a gomb? Még él, nyugodtan! Bebágzott a pedem. Lelőttük, Digó. És visszatért. Jó vagyok! Végetek van! Meg fogtok halni mind! Ne tárazd le a szamba! Ne tárazd le! Töltelet, Tigor. Ez mi? Ez ami mutáns vírus? Maradjál ott a faszomba! De nézd meg most! Elszívom a golyót! Elszívom a golyót! A penge borisza blöppöl, geci! Hát mi nem halsz már meg? Bazd meg! Kit lőtök? Nem lehet lelőni a digót, geci! Én lövöd. De! Nem bírom! Bam! Terminátor, bazd meg! Kurva szállt! Viszlát! Nem bírsz rajtam kifogni! Jó, digó! Mi van, Pufi bá, célozni se tudsz, nem csak ütni, nem? Adjál nekik, Digó. Szétcsaptam mindegyiket, még golyóval se tudtak megállítani. Na, Digó, Pufi, lőd le! Aki jön ékszerezni 17, aki jön ékszerezni 17-20-ra a Kingplatz. Tárat kapott az ember 18. Is felállt. Mert elkaptam foggal. Itt az észventúra. Jaj. Direkt eljöttem, hogy ne szakítsák meg az erpén. Zombi digó, dehogy is. Szüper digó. Nem bírnak vele. A szüperdigóval nem bírnak. Na új üzenet. Ó, oh, de nem az enyémben. Fuck. Digó, ti jöttök a sztékhoz? Elhozni a telepre? Az autókat? Majd biztos, csak most még dolgom van. Megpróbálom kifosni azt a szüperspenótot. Nyomod. Az a keményen nyomomba szerintem kapaszkodik. Na, report megoldás alatt van. Szia. Próbáltad már kisbe pedálni magad? Hát ez nem segít egyébként. A placon lesz a BMW-d, jó? Kész van, akkor ezt vissza a placra. Szerintem én úgy emlékszem, hogy ez... Revivalni kellett. Ki? Elviszel telepre? Hogy? Ellopt az a gyász a kocsi. Addigban nincs autó. Nézem. Van.
Most lehetne nagy pénzeket nyerni. Egyébként igen, ha egy mocskos csaló lennék. De egy RP-nek vicces volt. Jólapot kívánok. Szeva Viktor, leszettem a pelet, meg vissza lelősz, hogy visszahílelődök-e? Aha, vissza. Nem tudok meghalni. Most csak elájultam. Nem várj, mindjárt lelő. Szerintem csak nyomjál rám egy izét. Egy revive-on. Igen? Akkor jó. Akkor jó van. Akkor most elvileg jó, mert megverték a hatát. Ketten vertek meg, lőttek. Azt mondtam, hogy szuper. Azért van, mert spenótot ettem, meg elkapom foggal a golyókat. Ja, jó van akkor. Nagyon akkor. Jó játékot neked. Köszönöm szépen. Nincs itt, szia-szia. Fú, kijött a spenót, most már nem érzem magam olyan keménynek. Kár. Pedig mehettünk volna darálni valakit. Ez meg az admin bezárt az autón. Élő pajzsnak használtunk volna. Hát itt majd jut lesz a Pufi bácsi, neki felfogja a pocakja. Ha nem én volt meg ez a plat probléma, akkor át kell szabni a Digo fiút? Vagy fogom és lekillelem magam olyankor, majd van rá lehetőségem. Ez fura, az izinél jött először egyébként ez össze. Az admin verekedésnél akkor tapasztaltuk, hogy van ilyen pedes bug, de nem mindig van, csak néha. Valószínűleg valamilyen GTA mechanika próbálja visszarántani az életerőnket. Ha tippelnem kell egyébként az, amivel állítjuk, hogy a férfinak meg a nőnek a HP ugyanannyi legyen, de még nem debugoltuk ki, mert nem volt még annyira aktuális. Most lehet, hogy majd felvetem a Robiéknak, hogy csináljunk vele valamit, mert hogy mondjuk, ez nem biztos, hogy a legjobb dolog. De legalább egy nagyon vicces RP volt. Jó ez a kocsi egyébként, ez a Chevrolet, ez jól megy. Hol megy a Chevy? Csak kicsit orr nehéz, de hát ott a motor végül is, szóval érthető. Nagyon fura volt a jelmezes parádénál is, a Pandánál volt. Most már igen, Csumidári, jaj. Szavaztok, srácok. Pandánál volt észrevett, hogyha beszállok egy kocsiba, akkor random meghalt a karakter. Szép napot, doktor úr. Szép napot. Jó, nem kell lesz szállni. Jó, lerakom. Hello. Bocsánat, elnézést. Semmi baj, nem láttam, hogy telefonál. Figyelj, én már hívtam egy ilyen bentőt, de nem jöttek ki hozzám, így bejöttem két lábon, volt egy autó, belesetem megnézni, még utána egy kicsit szétvertük egymást. Min hívott? Min hívott? Hát a mentős. Csipogon? Csipogon, igen. Ja? Jó. Oké, és nem jött most Csipogon, jöjjön, persze ellátom. Akkor biztos szar volt. Az is lehet, hogy mondjuk a rendőröket hívtam, mert bevertem a fejemet. Az is jó. Nagy boxolások voltak, meg minden, egyszer két embert ütöttem ki. Elkaptam a golyókat szája, bam, bam, bam. Hú, ma volt itt egy ember, egyszerre kettőnket ütött meg, és nem tudtuk elképzelni, hogy csinálja. Hát meg két keze van, tudja, a jobb meg a bal, egyszerre kettővel is ki lehet ütni az embereket, csak figyelni kell, hogy melyik honnan jön, és akkor egy kicsit beledől az ember, és akkor már viszi egyébként a gravitáció, meg maga a mozdulat benne van, és akkor statikus energia az egyszerűen szétkeni a pofájukat, mint a legyen a izajabb, hogy hívják az szemüvegét. Szemüvegét le tudnál venni az úr, mert itt látok egy kis felrepett szemöldököt. Felrepett a szemöldököm? És attól, ott azért akkor dizájnosabb lesz az izajabb, a szemöldököm is, meg minden. Hát csak most éppen... lehet, hogy jobban fognak bukni magát. Akkor jó, mert csapom most a szeretett gárjának, aztán jó lenne, hogyha azért rábukna a brére, érti már. Aztán, hogy azt hát mondja már, hogy én hogy nézek ki, meg van repedve a szemöldököm, meg minden. Jó, fogom itt a csippentő mozdulattal összehúzom ezt a sebet, egy-két, három összehúzóval. Letapasztom. Lehetett volna azért fájdalom csillapítózni, csak mondom. Ja, bocsánat. Na, azt hittem, hát most már mindegy.
Igen, gondolom, hogy utólag csepentelti rá ezért a síkosítót is, amikor már sikít a nő. Jó, kicsit letörlöm. Tízre nem zsibbad el a szád? Nem mindig hadarok vele, csak amikor bennem vagyok valamilyen sztorimban. Ellátok. De kész van, igen. Vagyis vagyunk. Esetleg köszönöm, jó szédülés, legyen. Kettős látás, hány inger, egyéb dolg? Hát nem, nincsen, csak néha. Egyszer láttam, Pufi bácsi tudja zuhanyozni, és akkor volt minden egyszerre. Hányni kellett, szédültem. Furcsa láttam dolgokat. Jó, hát figyelzem magára, egy szemüveget visszaadom az úrnak. Nagyon szépen köszönöm. DB-vel rendelkezik? Természetesen már is megmutatom. Tessék, jó uram! A legnagyobb Giorgio Di Agostino állította ki. Nagyon jó. És gondolom megújítottam, mert itt éppen lejárt. Mi? Második, a tizedikkel. Akkor igen, biztos csak nem írta el. Majd beszélek vele. Hát ezért fizet az ember annyit. Jó, rendben, jöjjön, akkor kikísérjük. Köszönöm szépen. Hello, Calvinom Rádion. Jó, vigyázzon magára. Köszönöm szépen, szép napon. Igen, Bamacs is. Köszönöm. Digo Rádión. Most jövök ki a kórházba, elmenjek valaki? Pufibá, merre vagy? Hát, akarom mondani, azt tégsz előtt telepen csinálják az autóm. Rio Rádión, sziasztok. Érkezem akkor, szerintem az enyém is ott van. Láttál egy ilyen gyönyörű sárga színű? Akkor... Jó, nem baj, azért visszamegyek, mert hogy elhoztam az autójukat, akkor azt odaadom. Csak elmentem a kóházba, aztán helyre rakattam magam. Van egyébként mentős kettő is, csak... lusták. Megadott Tomás, nem? Ha valami Tony Montana volt, vagy ki. Ó, Istenem, bazd meg. Levégozok. Nem követ egy rendőr? Nem túl ügyesen akkor. Nightingale Twitch dropod lesz? Nem tudom, az van, hogy kiírták, hogy hogyan lehet optolni. Elméletileg mindenkinek lenne Nightingale dropja egyébként. De az van, hogy a Twitchen nem látszik, hogy létezik ilyen. Szóval nagyon jó kérdés. Nem tudom, hogy mi lesz. Azt írták, hogy mindenkinek van, nézzük meg, és a link, amit küldtek, ott a Twitch nem írja, hogy a Nightingale-nek lenne Twitch dropja. Nagyon fura. Írtam is a Máténak, hogy nekem elég fura így, hogy nincsen, nem lehet megvásárolni, még nem küldték el a kódot. Twitch-en azt mondják, hogy indulnak a dropok, de egyébként a Twitch oldalán nem látszik, hogy lehetne dropokat szerezni vele. Eddig nem a legprofibb indulás, ez az egy biztos. Nem megyek tankolni amúgy. Jaj! Hogy a vívőlemnek? Én is beférek, mert elvitték az autót. Be. Jöhetsz velünk is most, ha akarsz. Hát jövök, hogy nem, persze. Te az EU vezettél. Nem te vezetted a feketét, ami jaj, én fel tudok ott ugrani, és nem tudod felugrani? Igen, nem az a papucs volt. Én nem, hát én felugrattam. Igen, én is. Meg a papucs is. Én átugrattam a túloldalra. Átugrattál a túloldalra? Igen. Azért kérdeztem, hogy mehetek-e még az autó, mert lábra érkeztem, csak repültem. Jó, van, akkor én most bekötöttem a biztonsági jövőmet. Nem izét ad nagyot ember. És így hagyja faszkit. Jó, hát valamiben meg kell halni, meghaltok egy ilyen Dacia Dusterbe is, vagy mi ez? Ez csak azért geci, mert amúgy leérkeztem oda mellétek, és de úgy, hogy az orra estem, és onnan átpattattam át az épületem, vagy még geci. Íh, van ott. Az kömény van. Jó lesz, intézünk itt valami jóságot most. Sima, kipakoljuk a teljes ékszert, csak villognak majd. Mint a szar. Frissítgetem a Steamet én is, mint a balan. Kíváncsi leszek.
Hú, kell egy kábítószer. Minek neked kábítószerem? Mert végem van. Látunk fél órát, ott nem jött az orvos. Tudom, vársz majd rám valahol. Édes alkohol. Szia, Nami kisasszony, nagyon jól nézek ki. Sziasztok, csővász, hello. Szia, Digo. Ki fogja hozni a kaját? Mihez, Digo, kam? Innen fatak, köszönöm szépen. Szuper, szuper. Érzed, veromul, he? Sosi. Milyen veromul, halló? Nem urat olyan hajlandom már. Olyan veromos vagy. Ezt megkaptad. Hát az vagy. Hát akkor, és akkor nem vagy jó. Akkor van a hőegy vagy, vagy mi a faszom? Nem. Sajnos, bazzunk. Sajnos nem vagy hőegy. Ekkora sértést, hogy sasnak neveznek, bazzunk. Hát amúgy. Bankot. Nevében is jó, azért nem kell bántani a sasit, esik jó, azért ő nem fogja a testvérem meg ilyenek azért. Srácok, büszke vagyok rá. Legnagyobb betyár. A Pufi bácsi után. Álljatok egy kicsit. Tegye fel a kezét, aki jön rabolni. Csak azt tegye fel a kezét, aki jön. Kurvára feltenném, hogy tudnám. Feltettem, feltettem a kezem. Ügyes vagy, ügyes vagy. Amit beszéltünk. De nem tudom, mit beszéltetek. Hát, hogy rendőrautókkal menekülünk. Hip-hop, hey, jó, hey, jó. Szóval akkor vagyunk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, papus 8. Már nem autókkal. Igen. Bankhoz vagyunk. Aha, aha, aha. Viszont annyit túlsz, annyit tudunk, és mondjuk a rendőröknek, hogy az összes túlsz megkapják. Már igazából hogyha mehetnek ületni az övükével, ők megkérdezik a milyenkével, illetve arra kérünk szabadutat, amelyre megadják, azt ennyi. Jó, nyomják. Kíváncsi leszek, belemennek. Hát csak, akkor te nem jössz? Nem. Jó, akkor 1, 2, 3, 4, 5, 6, én 7, papucs 8, tudjátok, van még valaki? Oké, Pufi. A Pufi 9, akkor bank, viszünk 3 fúrot. Nyilk. Mit csinál? Gyors kötözőt is viszünk? Bank. Aha, bank. Tudod, tenni a kezed. Veszek ki párat, jó? Jó lesz az, Gyugi. Igen. Itt is gyors kötöző csak elég. Mennyit? Hozok kést. De valaki nem mosta volna ki a spenótját, akkor akár veregethetünk volna is velük. Mindenhol annyit múltkor. Fúj. Beszélhetek vele? Persze. Találkozom. Oda, ki? Hallod, Loki? Hol van a Loki? Ugye nincs valami buzis izé. Ilyen... Basszak szállva. Szuper ellenőrzés. Csó. Nem tudok róla. Jó. Miért nem jössz velünk? Szépen beszélj. Miért nem jössz velünk? Miért nem jössz velünk? Mert vagytok ma is elegem. De, és? És? Hát bazd meg, na mindegy. Na. Na akkor viszont... Jó, ki Gucci, az? Mi van? Te vezetsz, ugye papucs? Aha. Jó, oké. Okay. Pufi, te vezetsz? Igen, ne számoljatok a buffot. Neked, ó, akkor 8-an vagyunk. Loki vezetsz? Hát ki hagyd, nem? Akkor te nem vezetsz. Akkor várjál. Jó, oké. Okay. Megkérdezz, ki akar vezetni? Ki az, aki vezet? Én biztos kocsit, nem, vagy akkor meghalunk. Persze. Én vezetek kocsit, alapból egy kocsit. Jó, akkor papucshoz egy ember ül be. Akkor el kell menni kocsit. Digó, te vezetsz? Nem szeretnék, béna vagyok benne. Akkor papucshoz szívesen beülök, akkor bennédülök. Akkor papucshoz ülj be, akkor papucshoz. Akkor beülök te. Papucshoz, ő jó repül. Akkor hozzám, akkor beül Loki. Ryu. Pamocs is vezet. Számoljál, Pali, hogy vigyünk túl, szerted? Amiben vagy. Tudom, de nem jó ez, hogy figyelj. Megettek volna reggelire a srácok, hidd el, jó ez. Számolsz, hogy nem vagy a rendőr kocsit, hogy jó lesz ez, hidd el. Papi is egész megszállom. Nem tudom, gyors kötöző? Nincs. Nem szoktam. Nincs. Macera van belőle, hogyha jön a rendőr, akkor még be fog hallgatni az ember, mit tudom én mi. Nem, úgy soha nem fognak belemenni abba. De belemennek talán elég. Jó az, hogy pedig belemennek. Próbálj. Nekem nincs jó kocsi, hogy vihet. Nem mennek bele, akkor Lokinak lesz az ötlete. Legyen az a biztos. Nekem nincs jó kocsi, hogy vihet. Ryu-san, mehettek veled? Nincsen. Úgyis te vagyottad itt. Persze. Ott úgy néha múgy. Nincs jó kocsi, hogy felállnának. Öreg, milyen ötletem van akkor? Nem neked volt ötleted? Valaki mondta valami verekedésű beszélt.
Ja, hát már a múltkor bejátszottuk, hogy vittünk 12 plusz, meg voltunk 10, aztán bunyóztunk a rendőrökkel, és akik lejutottak ezt elvihetni, akik nem, az meg elmenekületett. Hát gondoljátok, bejátszhatjuk, ha nem akarnak, hogy... Teljesen rátok bizom. Én ezt megpróbálom bejátszatni, ezt... Az kész. Hát, ha azt mondjátok, hogy mindenki benne van, és nem lesz belőle hiszti, hogy verekedjük le rendőrökkel, és nem kell úgy népszerűen mindenkit küldözgetni, akkor mehet. Nem. Én benne vagyok a verekedésben. Rigó, te benne vagyok bunyóban? Jó ki vagy gyúrva? Én tök szar vagyok benne, de megpróbáljuk. Na. Jó lesz, majd verekszik helyetted is, jó Digó? Voltál a Bugattiba? Oké, most ki mellé kerültem amúgy? Voltál a Bugattiba? Nem tudom, öregettem meg kell az... A régi kintat mellett? Kezdte elosztogatni az embereket. Na, én nézem, telefonál most. Anya. Csak hogyha tényleg úgy játszunk, hogy akarunk kosit cserélni, akkor nem biztos, hogy a Porsche-mat viszem. Halló, Digo! Megyek, ha nincs ott senki. Na. Elét hallgathatok majd hangosan? Nyugodtan. Jó. Jöjjön, így telefonálod a gyász. Úgy tűnik. Elnézést, hogy félig vagyok, csak közben holnap jönnének megcsinálni az ereszt, és közben meg a szomszéd meg a kivitelező nincsen túl jóba, és most próbálnak rajtam postázni, meg rajtam csattingatni ezt az egész. Egy késésben vagyunk az ütközésekben. Bárs, szeretem, imádom. Szép a színe. Na, akkor ki vezet? Köszönöm. Papucs, ülj a kocsiba, akkor bejön hozzád, Digó. Gyere, Digókám. Akkor gyors hozzá, rossz közömbereket. Melyikkel megyünk? Fekával? Pamacs vezet? Jaj. Rodi meg már egyből. Ki az, aki nem akar vezetni? Itt még két hely lesz, ha túszok. Jaj, nem volt. Együtt vagyunk a börtönben. Öregébe visszam Alien-t. Te visszad Alien-t? Te vezet? Ezért nem jön. Ki raknék fel, hogy nem vezet? Mindenki más vezet? Max, tudok vinni túszt, valás nem akkor, az nem befér. Túszokkal számoljál, öreg? A számolok. Mindenki más vezet. Loki, Alien, és Digo nem akar vezetni. Mindenki más vezet. 9-en vagyunk. Novi, te is jössz. Meg a kocsikba, srácok, akik be vannak hozzá, azok a kocsikba ülhetnek befele, ne várjatok semmire. Nem várunk, hozzám bejön Loki. Jó, többiek hozzon a kocsit. Te gyere velem, neked adok egy autót. Rádióz, öreg. Nekem? Adja. Kérek egyet. Kinyitod? Ez bőven autó. Elnézést, megösszint ez nekem. Ez bőven autó. Piáltok le. Akkor a piát veszünk a izébe. Hanyas bankot vigyük? Ha még egy szeretnétek. Egyes vagy a izé ott fent, ami van. Hát az egyes. It's for van nálad fegyver? Pucu. Nálam? Nem, nem. Leraktam! Gyors kötöző van nálam. Jó, ugye most megkötözőre, azt bevasszol a hátra. Az, én kezem a fegyver. Kiosztottam az autót Venomnak is. Esen tuningos? Megvan, menjünk rá, gyóra. Ott voltak valamik. Nem? Az utolsó csak három számot írjuk át. Barbárok, nem? A legutolsó számot egyen nagyobb, Pali, nem kell szórakozni. Legutolsó szám egyen nagyobb. Jó. Legutolsó szám egyen nagyobb. Digo rádió. Pamas rádió. Ezt nem kell szopakodni vele. Ennyi kell. Erre út béké hagyjuk, jó meg a szájbet, és próbáljunk máshonnan szerezni. Maga a gymbe sem megyünk. Jó, akkor menjünk Bahama. Úba van egy autó. Sőt, három. Úvút mondom, hogy hagyjuk, Pali. Ja, úvút hagyjuk. Cyber... Miért hagyjuk egyébként? Már az út a vagosféd is megkerüljük, hogy a Cybernél, hogy ne vigyenek el embert, ne törjenek fel, azért mi sem viszont el onnan embert. Személyes, egy személyes motor, amivel akarsz menekülni. Bankozunk. Fogsa. Majd elképzeljük, hogy vannak húzaim. Nem, a behelyünk Bahamába, kettő megnézzük, hogy vannak. Fegyverlőszer kell, vagy bármi? Lehet, ez logikus, ez egy alapdorog, PT vagy DFM modellt hozhatunk. Menjünk be. Csak benézzünk.
Falcon, gyerekek. Most mondja Loki, meg az üres, üres. Jó van. Elmátok, meg durok. Falconban vannak. Na, itt hagysz, geci. De hogy itt csak megfordulni akarsz. Csak hogy ott mindenkinek van fel valószínű fegyvere is. Hát ez kit érdekel, de rád ránt, csak a lábbal lövöd. Nem fogják rád rántani a fegyvert, Nugi. Most mi nézik a burger? Irándulcsak. Nem vannak. Ketten. Üres. Csak nem heten. Nem tudom, nem mondta hangosan. Heten vagy ketten? Fogod, de nem tudom válaszolni, és fel. Hát ez ilyen. Mondjuk, hogyha heten vannak, az elég sok, nem? Az nem olyan, hát ez pont jó is lenne, hogy... Igen. Most oda megyünk, felesel, hogy... Na hát fegyverbótot, lehet, hogy van stukkerük, nem? Kiterjedik el, hát ez pivált. A famos lábon szia, dokikám, ez a kocsi mikor kerül be? Fingom sincs. Rendőrök oda. Szerintem most utoljára. Azt hiszem, ez az új autó. Nem kell foglalkozni. Dokikám, nem kéne neked tudnod? Meg vagytok? Jó, az első, az 32. Látszik, hogy... Na ott volt egy gári. Nem láttad ott cigizet. Most ment be. Szőke gári hosszú alja. Lükbakkal vannak? Várj, bemegyünk a fegyverbolt. Hát az én szememben nem fog semmit látni. Most voltunk ott a fegyverboltban, ember. Van. Csomi dári haj. Kötözd meg őket gyorsan. Szeva barátom, gyorsan hátra húzom a kezedet is, jól megköszönöm. Sajszikám, ne csinálj semmi trükköset, mert aztán a végén meg úgy végzed, ahogy nem szeretnél végezni. Az előbb beszéltem meg itt barátaitokkal, hogy engem itt hagytok a szoliba, haló. Az baj. Igen. Váljunk már azt, hogy gyerekeket nálunk jönjön már mindenki. Hát ott a többiekkel most mentek kérdés, el. Digo. Nincs. Az baj. Megyünk ketten, megnézzük. Geci. Jajaj. Örülök, hogy Luke van a seggemem. Nézzünk be izé a VR-hoz. Na egy pillanat. Logisztikai megbeszélés. Ki mondta a fegyverboltosoknak, hogy nem visszük el őket? Mert most jól megkötöztük őket. Egy kollégámat mondtuk, már elvittétek az előbb. És arról szó egy volt. És mondták a többiek, hogy engem itt hagynak szoliban. Én nem vagyok fegyverboltos. Az úr meg vásárló, most jött le. Én vásárló vagyok. Adnád kést? Csaj, maradjon. Nincs. Árulnak kést! Hogy vegyem ki a szekrényből? Elnézést! Hát, ne, csávó, nem árulod kést, azért kérdezem. VR. Ó, Istenem. Hát akkor, tudja mit, hívok magának egy rendőrt. Gratulálok. Jó, hát na, ez ilyen, maga jöjjön velem. Ne kelljen kétszer oda, jó? Megfogom a vállát szépen, és akkor kicsit. Hívunk rendőrt, ezt megoldjuk, igen. Mondja, hogy Jézus volt. Ütesd be a kocsiba, ütesd be a kocsiba. Segítenek kire. Most jött a VR-hoz. Tessék, csücs be. Jó. Haladok VR felé, akkor segítek. Figyelj már, tesó. Hagyjuk a VR-t. Kanyarodjuk vállára. Persze, hátra gyúlok és bekapcsolom neked. Köszönöm. Várj. De menjél már! Hívtunk rendőr, bocsi! Szerettünk, szép vagy! Mint múltkor, ugye? Bazd meg, jótékonyságiak vagyunk, geci. Kurva, ott volt a rendőr, bazd meg, pont. Hát én azt értem, de mi ez a jótékonyság? Ah, itt hagyunk, hogy legyél egy kicsit szoliba. Oda azért nem megyünk, mert sütét árulnak. Oda nem megyünk, mert fáj a fogam. Mi a faszom? Erre vagytok. Figyú már, jelöltem neked egyet, ugorjunk már el arra. Nem, egy gyorsra. Jó. Az melyik? Állam van egy. Akkor gyertek a csodához. Honnan ott kápi? A dolgozókat ott mi? Hagyjuk. Ott a csávot. De készpénz, ízével tudsz. Igen, az jó. Ott volt a másik csávó, itt futon. Az velünk van. Kátyám, van pénzed? Van. Jó. Így is profi vagyok. Az IKEA-val szemben áll kettő grüne, meg egy vöröske. Dolgozó, nem viszünk el. Nem dolgoznak. Úgy vagyok a városban, és nem nagyon tudom, hogy akkor most így erre voltak azok, de értem. Azért simán vesz fel az IKEA-t a dolgozóban. Igen. Minden rendben lesz, nem fogunk téged elpusztítani, nem fogunk téged megölni, nem fogjuk kiúzni a belelet és azzal kötözni fel a fára. Csak elviszünk egy kicsit, túsznak, jól érzed magad, leülöd magad, és hogyha jó leszel, nem fogsz meghalni, tudod? Értem, az esetben együttműködő leszek. Na, nagyon helyes. Erre nem kell akkor össze-vissza vernünk. Ez esetben meghasztja. Már járőrözik. Akkor nem lesz. Egyet, kettőt, most kell a vallomást a Falcontól, hogy erre voltak. Menjetek hoz. Ott van egy ember. Jaj, Pikachu, téged választalak. Engem? Igen. Menjetek. Jó. Ez az volt, akire gondolom. Lehetséges. Biztos vagyok benne, olyan ismerős hangja volt. Gondolom.
Hú, hát ugye már hallottam volna, fogad most. Szirénál. És az én fogam tényleg fáj, jövő hét kedden megyek kihúzatni. Reggel 8:30 uff, az erős. Ezek vakondok. Azba, egyet elviszünk, egyet marad. Akkor megvagytok ott. Nem is vagyok oda. Hány darab túlsunk van eddig? Nálam egy van egy ember, futod a kó felé. Ugye jó. Felfogod keres. Ő a másik munkás. Kell majd szerintem tartanom egy 10 percig telefonáló szünetet gyerekek, mert itt most világháborúk van, nem? Hol futott be? Vezérem. Megnézem, hogy hány volt ott. Na, itt egy F-150 van. Szerintem tök üres? Igen, mi ez az info? Rendesen info kérünk. 150 volt az IKEA. 150 volt az IKEA. F-150 egy rendőrautó. Ja, az egy rendőrautó, jó van. Jó, megölöm, bazd meg. Hát igen. Hogy vannak autók, ott is vannak emberek. A igen, ezt mondták. CMK alatti izén vannak emberek, 4 ember. A CMK alatti apartman. Igen, 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 igen. Két zöld, két piros. Igen, az az előbb is ott volt, mondtam. Akkor gyertek ide mindannyian. Főpub mögötti apartman. Az IKEA volt szemben, úgy az üzlet, ahol lehet venni ezeket a... Ide. Már megyünk már. Úristen, mennyi ember van! Too fast and furious! Szosztok, bátyák! Felek ezeket mindenki! Hova megyünk, öcsköcsök, bátyunk? Kezdekes a magasba! Hátra rántom a csukrodat is! Ja, kurvára nem! Nem pakolsz sehová! Nem vagyok én. Figyelj már, Pi! Elfogyott a kötszer. Jó, nem baj, akkor üljetek be. Fegyvert nézzétek át őket, te nézed át őket, meg Digó, te is. Szépen lentről felfelé elkezdenek végigmotozni, és megnézem, hogy mi a stíló. Látom, hogy a rádió, telefon, kiveszem belőle az aksit, jó? Jó. Véletlenül se próbáld meg használni, akkor szételed ezek felhasználni magad ellen a bíróságon. Jó, történt, meghagyom nálad, lövődőzzél majd csak a képzeletből fegyvered, de Stukkert nem láttam. Átnéztem. Te zöld, de ide fogsz bejönni a Dacia-ba, a piros teljes vissza, a hátsó Dacia-ba, jó, mehetsz is. Kerüld meg az autót, jó? Azt kerüljétek meg abból az oldalról, szálljatok be. Traknád lőszer, azt is ide beülök hozzád hátulra, gettó romantikázni. Vagy nem? Miért nem tudok beszállni? Másik Dacia-ba megy. Jó. Az enyémben nincsen gyors kutató. Jó, akkor nem megyek. Csumika. Kiába megy, az Zigo majd beül mellé. Tele van. A másik is. Minibe. Állam egy. Szia, Pufi bám. Így. Cső. Minden autó backtelt. Szólj. Ja. Gumpa, merre megyünk? Mit nyomogatod a telefonon, a csajodat? Nálunk van kettő. Kirakom a csajomat háttérnek. Kirakod a csajodat? Mi történt? Beszól? Háttérkép. Elég, azt mondod? Ja, jó van. Szerintem elég. Azt hittem már kirakolni. Egy-egy bankhoz. Hülye vagy? Ez akkor ez sehonnan sem lehetett elvérni, hogy nem tudom, én sem fura vagy. Körüljük. Nem kell, nagyon sok rendőr haladjunk. Aj, gacim. Hallod, olyanok vagyunk, mint egy ilyen nagy izé, ilyen hullám. Ezt popáztok. Hát az a baj, nincs is helyünk, Geci. De van, jó. Jó, jó, mehetünk, egyes bank mindenki, egyes bank. Egyes bank? Azt hittem, hogy izében megyünk, ékszerbe. Nem szedtük, nem szedtük. Melyik megyünk az egyes? Bank az jó. Mindenki egyes. Oké. Gyorsan álljunk. Guruljon elé, mert szájban ölöm. Többek kiszállnak. Bocs. Akik nincsenek megkötözve, azokat gyorsan megküldjük, és mindenki fegyvert elő villámgyó. És most blokkádot állunk az autókkal. Szállj ki. Jó van. Szia, Pufi bám. Hova faszom bájak ebben a trükkben? Kiskezi csókolom, semmi trükközés, akkor nem lesz semmi baj. Mindenki nyugodja meg, attól nyugodtak lesz. Fú, de jó masszolgatés. Itt van, látja, mindenkinek van egy ilyen kényelmes kis puffa, arra le tudja rakni a kis popóját, és jól érzi magát tőle. Mindenki más befele. Az mennyit a nemzetén lennénk, Geci. Adj ide egy maszkot nekem, lészre. Add már ide, add ide a fúrót. Add ide a fúrót, először maradj csendben. Itt a fúró.
Köszönöm, hogy tudok ennek adni egy maszkotomot. Persze, jó. Persze, kérek. Kinek kell adjam a fúrót? Tessék, uram, itt egy kis gesang. Annyira már nem finom, de szerencsét hoz. Jó, kinyom dobva, vedd fel. Vedd fel. Vedd fel a földre. Jaj, hogy nem jött be mellénk. Vedd fel a földre. Így magamnak húzom, nem fájdalom, köszönöm, csak egyet nem szeretek. Szintén nem tudom elszakítani. Jézus, kell vagy geci, mert a gondolattól elájulok. Csak nem tudom, mire lesz, mert lesz. Add már ide, nem tudom felvenni. Gatya az első ötlet, valószínűleg meg Sheldon itt van. Engedjétek el az első. Várja, odaadom, odaadom. Add már ide, oké. Várja. Megpróbáljuk vételeket. Jézus, most saját magamnak kiézni. Fújj, tényleg mire állni. Meg a flat vállalkozott már az egyszer. Hát, hogyha elengednek. Már Hát ez a baj, hogy mindig csak a hangjegyző. Srácok, akinek fegyver van, az ideál, jó? A másik oldalra. Vegyétek elő, akinek fegyver van, és álljátok ide, nehogy minden üzé legyen, minden nagy legyen a faszom. Jó, köszi szépen, és átnézünk mindenkit. Sajnál láttam még valami drogot, nem? Nézzetek át mindenkit, jó? Egyes hát, nyugodjatok pár meg, Hát tőle már elvettek. Komik így, jöltök el szépen. Így átkézem a zsebőt. Ezt tehát elveszem a zsebőt is. Meg már semmi. Ezt így se kell, mikor átkodokat, nem? Micsoda? Ide fordulok, tess. Én csak én meg is vagyok. Hát fel a kezed. Te veled vagyok, te hülye. Ja? Ez a kis asszony. Bácska ember is talált legalább egy dolgot. Hát, annyira nem voltam jó töriből, ezért nem vagyok ügyvéd, hanem csak egy kibaszott bűnöző. Kell szardom. Istenem. Tudom, az ügyvédeknek kell tudni a történelmet. Igen, ennyivel elmehetünk mondani nemzeti részgeci. Ja, de a nemzeti nem lesz. Tudom, adnék levelet? Mondjad? A nemzeti nem lesznek engedékenyek, hogy belemennek ilyen bolyra. Itt sem fogják megengedni a tervőt. Hát, de itt hamarabb engedik. Hát, megoldjuk, megbeszélni. Miért, mert le fog sokkolni, múltkora sokkoltak. Le sokkolt? Azt miért? Nem mentem ki. Ezt tőlük kérdez meg. Hozzásimultam az ajtóhoz. Ez a rendőrség jelen pillanatban. Ez. A Riotba és a Birketbe szerintem szerelmesek, az fix info. Mert amúgy, hogy áll össze a terv, hogy az autójokkal menekülünk? Szerintem azon a szakasz. Úgyhogy cseréljünk. Hogy beszállunk, hát abban meg ők számítunk. És abban menekülünk. Milyen kívül beszállunk és ebben menekülnek. És aki nyert, az elmélyő saját kocsiájára. Remélem. Az a baj, hogy itt nézem, itt az ő kocsi idénképek, mint a miénk. Nem foglalják le. Én azt remélem, hogy Pufi bának a rendőr, vagy autója tele van kábítószerre, meg fegyverre. Tele van, igen. Nem fogjuk beszélni, ne aggódja. Múltkor bejött egy túlsztár, ő azt mondta, hogy ha ő az akcióparancsnok belemegy, meg kurvára élni ezt a menekülési stratégiát. Most az alapján kiindulunk, ha szerencsénk van, belemennek, ha nem, akkor nem, akkor így jártunk. Ennyi. Nem kezd túl drámázni. Vagy belemegy, vagy nem. Ja, egy milliót teszek rá, hogy nem megy bele. Hát akkor nem megy bele, leszorom. Úgy Sheldon lesz az akcióparancsnok. Kis miniszterelnök. Nem tudom ki a sofőr, szóval nem fogok tudni neki, hogy lát, hogy egy kocsiba, akkor lát kétszer adok, szóval erre figyeljetek majd. Apu, vedd meg nekem a váró, a vár. Egyesével vagyunk az nincs más, csak villamos. Kap be a faszát. A villamosnak? Hát nincsen fasz a Pufi már. El Pufinak. Azért el sem tudok eddig számolni, annyi kocsink van, bazd meg. Négy. Milyen négy kocsink van? Nekünk nekik van. Négy van. Nekünk? Sok. Nekünk elég sok volt, olyan nehéz volt ide bepakolni. Igen, az biztos, hogy valakinek nagyon könnyű dolga lesz. Hiszenség. Hát így nehéz lesz, igen. Mert most négyet tudtak kergedni, de többen nem.
Vagy majd kettesével megyünk konvojba, és szendvicsbe rakjuk őket izomba. Meg, vagy te vezetsz? Kirontunk, mint mohácsolat. És lefegyverezzük őket. Te vezetsz? Aha, miért nem csináljuk van. Meg? Nem is értem. Egyébként. Azt akartam pont mondani most az ötletet, de hogy nem jönnek be 11 perc múlva, akkor kimegyünk. Te egy tempokós is. Sima. Én vezetek. Egyedi autókra nincs lehetőség, limitált létszámos autók akkor vannak a 10 darabos gyűjtőn. Így van. Kirolunk. Rolbácsan szétoszorod mindent. Héttejten... Freddy King of the Street az üdéses van egy bladzos vendég? Két bladzos vendég szerintem. A csaj is bladzos. Ő volt a Pikachu-s autós bladzos, amikor múltkor voltunk. Mi van drogos? Aztán már feltörtem. Ki vagy? Én mondjuk odaadnám utros, összesen kolontáj. Nincs itt kint. Maximum háztartás. Még lehet azért, hogy még nagyon biztos. Nem akarod oda nekem azt, jó, nekem nem nagy a fájdalom küszöbő, de nagyon bátor vagyok. Én nem lennék annyira bátor, hogy magamon bármit csinálni. Egy fülbevalót nem tudnék magamnak belőni, nem hogy fogat húzzak meg ilyenek. Ez az itt lettem, játszai az azt menekülj a zeném. Gondoltam, hogy nem gondoltam. Melyiket? Mit akartál? Na mindig. De vagy... Bocs. Akucs, rádiósz, rádiósz. Szia! Gondolom, a izé volt a Stanley Span, nem? Vagy a izé? Mi szokott? Tubával? Vagy izé, mivel szoktak keverni a vagy követni a kövér embereket? Tubával, nem? Tubával, nem? Adad. Jajjá, mennyi. Van itt kinges főnek? Nincs. Mindannyian főnök. Hey! Na. Talán gecis Venommal. Most az a bajod, mi, hogy foggal elkapom a golyókat. Ja, egész így belelesz a két tárat, a csávóhoz felállvaznak. Simán, ham! Ízétől tanultam az észmentúrától. Nő, egy zenét, egy muzikát. Na jó, van, figyelj, mi a mentora szerinted? Látszik is, hogy látszik, az olyan fekszik, az olyan fekszik. Azt szék lenne már, az meg egy Terminátor lenne, de ilyen meg lehet nézni téged is. Ilyen fasz. Kis dagi kell. Ilyen nyomorult. Gyere, kerges egy kolbászat is tudok átán. Elég lesz. Ez megy csak kerek, teljes hang van, teljesítmény nincs. Pali, nézd, ott ül a Pali, mekkora rendőr, az figyelgetsz. Rajtam lesz, hogy sem baszki. Lej meg, bazd. Ah, kis puzi. Nem az Ethan. Elnézést. Ethan, hol van? Engedj ki, hogy ilyen vagyok. Elnézést. Miért ül ott? Nem az, csak barna olyan. Megfáradt. Előtt áll egy kicsit. Az az orlom, bazd meg. Amúgy régen. Az orlom. Megyél fáradt, egész a kocsba ülni. Most te geci. Plusz egy papír, és mennyire bírod a vérlátványát, mert én bírom, az se nagyon. Uhány szar vagyok, állalom. Megyünk tovább, mert nem akarok megbüntetni azt, hogy a faszom akar dolgozni. Ki van pakolva, Loki? Igen. Ez jó. Minket állítunk fent palettónál. Ezt én is kezdem dolgozni. Várjátok, hogy van? 15 perc, nem? 41? 8 perc, na. 8 perc? Mi nem 15 percet kell várni? De most nem az a célom. Mert nem láttalak. Hát úszunk van. Nem az a célom. Kifutnak a túszok, mi úgy csináltuk, hogy jól megverjék a rendőrök. Lefizetjük a túlszokat, hogy fogjátok, kiventek, cyberverítek őket, még elmegyünk. Hát menjünk hátra, és mindenki cseréljen. 9-en vagytok. Akkor aztán meg engedjük ki a túlszokat. 4 ember arra fut, 5 ember majd arra fut. Szerintem, ha a piros csávó a bládos, akkor nem is kell szólni. Ja, akkor ma is van. Van, ne szondom, geci, fizetni se kell. Már nem mondjam, jó. Vagy. Cocaimet visszakérni. Vagy hogyha nem jönnek, úgy kell kimenni, hogyha nem jönnek be időbe, hogy fogjuk és ruhát cserélünk. Ők bemaradnak, mi elfutunk. A zöldek a pirosokkal elfutnak. Átjad, nem. Mondom, hogy ez pirosi eséket. De ember, kirolnunk, hát ki fogunk rontani. Ja, simán kirontunk, aztán grúzolunk. Ne viccelj már. Hát 41 van. Nem éri be, akkor kimegyünk. 49 van. Mondom, 41 kóítták ki. Igen, 41 kóítták ki. Tisztelet. Szia. Kiskezi csókolom. Ki az? Jöjjön. Arra vár. Kinyitjam a Süti bácsi. Meg milyen fresh farmer bonyom, jön nézd oda. Erőt, egészséget kívánok. Játék megjelenés van, Tamás. Kimarad a mai. Farmer, sportcipő, ez. 9 túlszunk van. 9? 9. Előtt oda! Itt vannak a túlszok, jöjjön, megmutatom őket. Kiskezi csókolom. Haja zászlós úr, Black Heat-e még maguknál szolgál? Én nem tudom, nem találkoztam egy 3 napja, mert... Hát csak ha találkozok, a köpje már, azt mondja meg, hogy kupízzeni, köszönöm. Átadom, de szerintem nem fogok találkozni. Itt az úriember. Köpje már le, Jézusom! Meg ők.
Szerintem se fog vele találkozni, úgy hallottam, mint hogyha Permán ülne szegény. Nem személyesek, nem ilyesek. Emléke örökké élni fog. Új, jó vagyok. Ja, akkor az lesz, akkor mindenhol kiszabadítsam önöket innen, jó? Leónak új maszk kellett? Gyorsan elmentem venni egyet, mert észrevettem a rablás elején, hogy egyébként nincs rajtam. Szóval, mondom a felállást főnöket. Igen. Az volna a tervünk. Az összes túlsztod adjuk. Tegnap kérdezték. Egyet megy szabadon. Kérdezzem meg, hogy jó ötlet volt a csépi streamer. És szeretnénk azt, hogy maguk, a mi autóink üldözzenek, mi a maguk autójuk a meneküljünk. Ezt szeretnénk, ez meg tudna valósulni. Majd boldogok lennénk. Ezt mindjárt megkezdem, jó? Köszönöm szépen. Öreg, ha belemennek, akkor az azért a végén is, hogy a, hogyha lerászjuk őket, akkor... Persze, az intézzük, persze. Nekik. Persze, intézzük. Mi ez? Végtelt úszerű kérső akcióparancsnak. Anya, mindjárt jön haza. Anya, mindjárt jön haza. 8-9 túlszér az lenne a követelésük, hogy egy oldalra szeretnének jó. Egy szabad utat, illetve, hogy mi mennénk az ő járművükkel, ők mennének a miénkkel. Azt úgy adnak, értem szerint, és akkor egyet akkor kapunk meg, hogy egyszerre mennénk itt. Elfogadják, ezt beviszik az Audit, és kihozzák a Viktóriákat. Nem. Nem fognak izélni. Jönnek izélni a gátorra, mi? Nem. Csak nem. Bízom biciklivel. Bízom bennük. Amúgy elkihagytam volna egy birketet. Bízom bennük. Nyilván kaptál volna. Hoppá, valakit már előttek. Remélem. Figyelmeztető fejre. Ide hallom, toroban. Sem vagyok ott. Kis gizmó fejű. Hát szerintem most a kollégák lesokkoltak, hogy nem tudom, valószínűleg nem kaptam eddig. Na, szuper, jó van. Üvöltsön be, hogy jó reggel. Annyi, hogyha belemennének. Nem én vagyok az üvöltözés, szóval. Annyi, hogyha belemennének, akkor azt szeretnénk, hogy amelyik véletlenül kocsit itt hagyják, hogy nem bírnak mindenhova beülni. De foglalják le. Kisbabám, streamer lesz? Illetve, hogyha aki meg tud menekülni, vissza fogjuk szolgáltatni a rendőrautókat. Azokat az embereket, akik visszanak, nyugodtan lecsapatják. Csak adják vissza a másik autónkat. Érkezek az új zé. Végig azt ne legyen kocsi lefoglalva, a rendőrségi autót meg visszavisszük. Jó. Úgyhogy lesznek önkéntesek, akik feladják magukat. Igen, ki az a hülyebarom? Én. Miért vagyok a második? Vagy megfogod és küldesz egy kibaszott csipót, hogy itt lesz a rendőrautótok. De én szívesen leülöm. Ha már belemennek. Én is. Üznes. Nos? Hát van egy rossz érem. Nem mennek bele. Én is értem volna 1 milliót. Nem? Sállaktam. Igen, kedvesen. A B-tervet. Akkor melyik vagyom? Lelövünk mindenkit. Másikat beszéltük. Akkor mindenkit lövünk, nem? Nem. Nem, akkor marad a C-terv az majd a B-terv után lesz. Szia Kosti! Kutyus hiszed? Nem eladó. Ugye babám? Hát ha... Vázolt fel, én ezt nem vágom, vázoljátok. Akkor B-társ hátfájában benne mennek, mint múltkor, hogy... Lesz szavazás? Szerintem ilyenkor még nincsenek modik. Mindenki boxol, akit én nem láttam az András. Elviheti, önkétesen feladja magát, eljárás, stb. Az nem érdekel, viszont ha én jutod le mondjuk a rendőrt, akkor én szabadon távozhatok majd. És nyilván, akit leüt és van nála cucc, akkor a cuccot is elveszi tőle, tehát azon nem múlik. Uh-huh. Jó, és akkor ez ugyanúgy 8 túlszél plusz, hogyha menekülésre lenne szó, akkor értem szerint, hogy bár egy túlszel szeretnének jönni egyszerű. Nem. Az egy plusz az addig marad, amíg velem verekedjük. Uh-huh. És biztosíték, hogy leverekedjük utána, meg amint bejátszottuk, akit leütöttek, ezt elvihetik, a többi meg elmehet, és akkor a túlsz is mehet. Meg hogy utána sem foglalják le azokat a kocsikat. Nem akar lemenni. Nem melekülnek, vagy de nem tudom. Nem nyernek a boxba. A kocsik ne legyek lefoglalva, mert sírjukul. Hát nem úgy megy az, hogy itt tenni. Rágyújtok itt melletted. Nincs most nagy TMC. Nézd, hoztam neked ilyet gazdám. Szeretnének egy olyat kérni, mint B-tervnek, hogy akkor verekedés egy-egybe értelmesen, akit a rendőr leüt, ami van nála, azt elveszünk, még egy olyan kérdés lenne hozzá, hogy a járműket akkor ne fogadjuk le, hogy kutyus? Még csak egy? Vagy nem. Azt tegye hozzá, hogy akit nem, az elmehet szabadon. Illetve akit nem tudunk megverni, az elmehet szabadon. Hát akkor ezt kiszoptam, Geci. Akarom mondani.
Egyre, Digo, engedd ki a démont. Nem olyan biztos, ha nincs ennyi rendőr, mint mi. Tőlünk is a legerősebbek felekednek. Egy kis. És ez most miért jó, csak büdös lett? Jó, én puhány vagyok. Tudna is, hogy tenni kérem. Vagy? Értelemszerűen ahány túlsz van, annyi boxolás lenne. És a maradék meg menekül? Ó. Az adom, én menekülök. Nem tudsz öregedni. Vagy csak elmenni. Én meg beülök valaki az, aki menekül, nem akarok verekedni. Akkor beülsz mellém, beülsz mellém. Ha jól megy a matek, 10 vannak elkövetők. Igen. Bazd meg, akkor ketten menekülünk. Jó van, míg legyünk ketten. Jó van. Vagyunk végig. Nem? Még valahogy nem jön össze a matek. Hát én nem fogok verekedni, mert... Én sem fogok verekedni, mert... Hát nézzen rá azért. Nem tudom, mert... Az szegény elviszi a szíve. Tök jó vicc meg minden, de nem... Egy páron, akik meg akarnak menni szabadlában, azok verekednek. Most sem elérhető a Nightingale-es tíme. Jó van, nem baj, hát egyszer majd lesz, addig RP-zünk. Igen, nem így csináltuk a nem munkot. Futunk sehova. Valami nekem kell majd legalább egy 10-15 perces szünet. Kell majd egy 10-15 perces szünet nekem mindenképpen, mert most éppen áll a bál a szomszéd meg a kivitelező között. Jó, mondja már. Akkor... Mit tippelsz? Gondolom Sheldon az akcióparancs, akkor legyen szó, hogy rádiózni, hogy akkor... Nem baj, nem baj. Attól függ, akkor az akcióparancsok, odaadom mind a 9-et, és önkéntesen feladom magamat, hogyha idén az akcióparancsok levetkőzik, és feldugja a kis faszát a segélybe, hogyha ennyire bánnak tud lenni, és semmiben nem megy bele. Hát... Adom. Adom. Én is feladom. Mit tudom mondani, ezt így, hogy van, sörülj el. Fitterem el. Szóra. Így, ahogy van. Gecik, hát kihozzák a agresszió heroin. Ez így, ahhoz. Tegyük egy akcióparancsnokot. Ezt így, hogy van, közöld le. Ismételre neki végetszer. Nagyon nem fogadom a követelésnek, de azt mondták, hogy mind a 9 túszt ideadják, ha ön ide jön, levetkőzik és feldugja a kicsi pömpölőjét a seggébe. Ez van! Szerintem én kérek egy előléptetést az úrnak. Én is. Én is. Én is. Támogatom. Kiszállt valaki. Én nekem azt mondták, hogy fogják viszonokat, szóval ennyit ok mondani. Ja, szerintem a reggéma izé az akcióparancsok most jött meg. Nagy alkával, vagy mi a nagy MD-je, vagy nagy a faszom. Nagy alkával, Attila, az biztos. Ha együtt volna, akkor nem ilyen csapat szállító. Jó, akkor szerintem marad a rendes, nem mennek bele semmibe. Megpróbáltunk normálisak lenni. Akkor azt szeretném. 3 túszér, hány autó van ott? 1-2 autó, 3 autó. 4 túszér, szeretnék egy teljes szabad utat amarra kérni. Rendőrök nem énekelnek, nem táncolnak, nem beszélnek, nem verekednek. Négy, teljes szabadút arra az irányba. Nem küldök előre semmennyit sem. Viktor, egyébként hova a bánatba bújtál? Keresnének teljes szabadútat, bankból kinézve jobbra, 4 túszért, nem kapunk elő semmi teljes szabadútat szeretnének, 4 túszért. Ráérek, egyet sem fog kiadni, mi nem csinálják meg. Normálisan hozzáállunk a dolgokhoz, az mégsem. Kérnénk két úszerő, másképp nem kapják. Nincsen, hát akkor mondja meg, hogy itt állunk körülbelül holnap reggel 8-ig, mert ráérek. Én az anyádik, így ez így leközelti. Addig nem megy el túlsz innen. Jó, hát 8-ig itt vagyunk, kérek kaját, piát. Van kaját, piát. Egi. Nem fognak előre túlszörni, és ők azt mondják, hogy ráérnek, akkor itt fogunk állni este 8-ig is. Reggel 8-ig. Maguk sem mennek bele semmibe, akkor mi se. Padhelyzet, aztán majd megjönnek a kommandósok. Hát tőlünk is. Mert csak az megy nekik. Aztán meg tőlünk is megjönnek a kommandósok fellentről, a plafonból, meg a tetőről. Igen, igen, már néznek sniperre egyébként minket. Megjönnek csónakkal, tudod. Tetőről. Itt van az egész kommandósunk bent. Mit akarsz? Köszönöm. Tizen vagyunk bent. Jó, van nálam ja? Ebbe 7 golyó. Megint egy ráfekszik az egészre, a Pufi bácsi, az végig van. Ez meg a másik. Végig gurul. Tétszókálja őket. Így. Bam, 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 bam. Volt visszaválasz? Igen, elkezden csak meg volt a... Most valamiért mindenkire fegyvert fognak, én azt látom ott kint. Fegyvert? Kire fognak? Ha, nem tudom, ott balra. Egyszerre 3-an fogtak fegyvert. Hány rendőr van? 2-4 rendőr, maga itt bent az 5, az jó. De darálják már a faszomba az 8 rendőr. 8 rendőr. Hát egyébként, hogyha annyira nem rugalmasak. Nem akarok rossz indulatú lenni, de... Duplannyian vagyunk, mint igen. A túlszágyarot nem öljük, mert jó fej volt. Igen, igen. Csak lefegyverezzük, nem? Aztán kimegyünk és leszabadjuk az összeset. Vagy eső, mint a nyugágy. Hát mert bazd meg, lejövök az élettől a rendőrség. Hát azt látom.
Ki van 25 euróért? Nice. A következő banknál speedrunnunk egyet, menni fogjuk stopperre, hogy mi lesz a leggyorsabb, amit meg tudunk csinálni. És ez a commerce izé, hogy jó, akkor ide szabadult, oda szabadult, menjünk ki, kész. Ideállít a négy embert, Tomival, azok a szintarálom az környék. Én azt hiszem, hogy még mindig akarok mondani, szeretnének egy két túszt. Egyet kapunk, akkor én szerintem helyet foglalok. Gyorsan megveszük, elkezdjük telepíteni. Ebből sem mennék bele, akkor külsősök ledarálják, és kimenjünk. Még egy ember kész. Egy túszt hallandó kell venni a négyből. Egy ember jöhet, a néni jöhet kifelé. A néni? Tiszteld már a nőket. Elég idősebb vagyok, mint te. Hát pont az egy néni. Mert akkor nem néni vagy, akkor micsoda? Akkor én kis lány. Megszeretném kéne a hölgyet, hogy kimegy a bankból, akkor balra menjen el. Ja. Jobbra mész, adok egy milliót, esküszöm. Ha elfutsz jobbra. Ne hagyjad el, aztán elfutok középre, és most csak mindegy. Csajci, adok 500 ezeret a szájbabra, az egyik rendelt, aki kint van. Ezt komolyan mondom, hogy megcsinálj, kifizetem, bazd meg. Véletlen, mondasz, hogy véletlen volt. Megkeresünk. Én, hogyha véletlenül leütök valakit, akkor leütöttem valakit. Véletlen, bazd nyakom, mint egy nyulat. Ott maradj. Jó, ha mehet a hölgy. Mit egy nyulat? Ha mehet a hölgy, akkor balra. Jó. Akkor viszlát? Viszlát! 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 Bácsi, idősebb volt. Bácsi, tényleg olyan bácsi kifelé. Leszapom magam, hogy nem tudom éppen megvenni, mert... Majd a rendőrök elvágja. De miért baj, majd a rendőr elvágja. Lesz a szarom, hogy megkötözve. Kell a revolútorra pénz. Hirtelen. Menjünk 26 euró. Srácok. Na, következő a terv. 11 ezer. Következőnek. Kurva sok túszt kiengedünk, kocsikből ülünk, és elmegyünk. Csak álljanak át a rendőrök. A túlpaltra. Jó? Most már meg akarom csinálni. Adom. Mindenki adja? Vagy yeah. Nyomjuk végig? Nem, jó. Hát, de remélem figyeltetek. Okay. Én csak nyomom. Hát azért nem. Csak egy probléma van, hogy pont itt a kamera alatt mondtad ezt egyébként végig valószínűleg, mert volt olyan hülye, hogy arra futottam. Hát, eléggé hangosan is beszélt, mondjuk. Jó? Sziasztok! Felülem, de konkrétan itt a bankban még mai nap összejön. Igen. Szarok rá. Itt meg amit hátul, ott balra bent. Szarok rá, úgyse nézik. Geci, nem tudok a számlámhoz pénzt. Zászlósor, mi újság van? Rendben még a 24 vizsgálják át. Nem látok ember. Mi a fasz? De nem merik megfogni, vagy micsoda? Jó, cool. Jaj. Mi van a nézésem, hogy én börtönbe fogok kikötni megint? De hogy fogsz? Ülj be mellém, akkor át fogok menni. Akkor temetőbe fogok. Na, király, már telepítjük is fel. Már telepítjük is fel a Nightingale gyerekeny. Nem hiszem a kis. Így fogom tolni a kocsiba az izét, a muzikot. Így fogom. Jó kis hangszerésbe. Hangszerésbe. Mi a helyzet a követeléssel? Azt mondja, Warforge, ez maradt. Már pozitív kiment. Ezek fogyatékosok. Ember. Rádiózom már, kinyitottam a Porsét, adok két túlsz, hogyha elmentek érte a főpublikba. Elnézést. Hány gigabyte? 59 volt, azt hiszem. Abban szeretnék versenyezni. Most vitték be a garázsomba. De hogy is? Kettő túszodok érte. Mit szólsz? Most melyik gamepapi? A Nightingale, amivel fogunk játszani. Most jelent meg 6-kor. Szerintem a menekülés után toljuk majd. Szerintem ilyen 7 óra környékén. Egyelőre csináljátok már meg. Elnézést most itt a megszakításért. Most azt nem értem, kiment a csaj. 5-48 már, mire kimondom 55 másodperc, majdnem 5 perc, és nem vizsgálták át. Mert várják az erősítés, teljesen egyértelmű. Meg akarnak minket ölni. A dácsiákra még fog nézik? A hó, meg ezek? És az a piros autó mi a fasz kereső? Az 3 kanyar, csak szólok, túl. Valamelyik kocsi 3 kanyar volna rajta. Most miben látod azt a piros autót, az mi a fasz? Mindegy, jöhet a Merci is. Nem látod? A rendőrautó előtt, gecot. Csak én látom.
Hol? 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 Mit látsz? Mindjárt kitwitterezem, beszállsz. Twitterez már ki. Miért lenne, ha nem Twitterre raknád ki? Hát már késő. Tényleg ott áll. Csak most hív a kivitelező. Azért már egy csicska. Hát csak te látod, az őslagos. Ja, az csak egy védében. Vedd el a maszkod, a piros maszkod, aztán meg egyetlen, vagy fordíts meg, aztán meg el, nem lesz ott semmi. Százszós uram, kérdés. Ha én most fogom magam a két testvéreimmel, és azt mondjuk, hogy basszák meg, mert nem maga, hanem a kollégák, és kisétálunk, akkor mi lesz? Hát én ezt honnan tudjam, uram, itt vagyok benne. Én nem tudjuk, hogy meg kell szerepelni. Jó van. Hát ki lennék bazd meg? Elállásra meg. Oh. Így-e? Egy. Ahogy látom, és ahogy hallom, megtörtént a követelésük, és a kérésük, akkor szeretnénk kérni ezt a másik három pluszt. Jó, akkor te a fegyverbótos mehet, aki megvott, meg itt a sapkás kolléga. Ott szól neki szükségek. Te hova készül? Gyere vissza te sapkát, akkor. Sapkás, jó. Te nem sapkás vagy, te írja vagy, te... Orgász Te, ugyanúgy balra menj el a 3 plusz? Nem hallok, bocsánat. Semmi hagyjad. Ez egy. Jó, ahogy kimennek a bankból, balra menjenek, majd elköltök is azt mondják, hogy mehetnek, jó? Jó lehet, neves. Menjenek, visszamenjünk a következőt. Meg a picsába. Az az egy dodge még mindig ott áll. Papucsá, te ugyozom magam. A dodge még mindig ott áll. Átváltolok a Bradyhoz, meg a Bradyhoz. Illetve túlszerűkés az atomparancsnak, hogy illetve a bankból kifele nézve jobb oldalra, mi mindig ott a gépjárművünk. Azt kérdeztem, hogy ázsiai vagy-e? Ja, igen. Ez egy folyamatban van. Süket ültem egy fél pillanat. Azt nem csodálom. Akkor nagyon gyorsan folyam. Na elnézést, kacok, tényleg. Én? Miért? Csak a nem kivitelező tudom, meg a szomszéd veszekszik is most. Akkor szeretném kérni 2 túltért, hogy a Dodge és az Audi álljon a többiekkel egy vonalba. Nagyon itt állnak előttünk. Dodge és az Audi? Chevrolet. Persze. Az egy Chevrolet, de nem egy Dodge. Már nem az akkor Chevrolet, teljesen minden. 2 túltért egy vonalba a többi álljon. Cofos készület, majd nem sokára jó. Ezután nekem mindenképpen kell egy hosszabb telefonszünet. Hogy a Chevrolet az Auding álljon egy vonalba a többi. Már olyan világvégi háborúk vannak, bazd meg. Mi a baj a szomszédra? Hát nem akarja beengedni a kivitelezőt, mert hogy ők nincsenek jóba és összevesztek, de közben nekem meg kell csinálni a kivitelezőnek a izét, az ereszt, mert különben ázik a házam, és akkor most ők veszekednek, én meg állok itt is. A piros testőrnek adjunk egy fegyvert, a többit intéz. Tovább jutnánk vele az... És most az a vége, hogy akkor most a kivitelező azt mondta, hogy bemegy az önkormányzathoz, kér papírt, és akkor be kell engednie, és akkor bemegy, ha tetszik neki, ha nem. Én meg ki akarok ebből maradni, bazd meg, én nem akarok rosszba lenni a szomszéddal, nem csináltam ellene semmit. Én azt szeretném, hogy mi lenne, ha nem menne tönkre a házam, amit most vettem, bassza meg. Azt hittem, hogy a kocsmába zenni az. Na, mit mondtak a két gépsárkányra? Mi a vége, Pufi bácsi, gyere már egy kicsit. Mondja a szívem. Mert hogy mi a faszom van, meg közben az én fejemben megveszekszik mindenki. Ahol a 99. Mit nem értesz? Most mi van, hallottam valamit, hogy valamit... Ja, semmi. Simbad az a szokásos rablás. Mert öreg idióta is berádiózza a kamera előtt a dolgokat. És miért, ezt hallották? Mit beszélsz? Neki hallja, amit mondasz. Na, erről beszélek. Vesz hangot a kamera? Persze, hogy vesz, hogy nem. Szomó. Képet is vesznek hangot. Le kellene égetni a gecimbe. Milyen igaz? 3 2 Semmi értem, hogy úgy beszél hangot. De nem kéne. Úgy, hogy semmi belemmel akartak ebben belemmel. De mit csinálják, hogy én itt vagyok bent, én fogok mit csinálni? Nem baj. Kimegyek rendet rakni. Mi volt? Várjál már. Nem fogadják, mert csak 3 2 akkor néha 2. Na jó, most mondta meg Loki, adjál engedélyt, kecsz. 3 2 Engedj ki a 2.
Nem. Kettő autó. Három, igen, és kérnek egyet előre. A geci baj. Aha, akkor mondja azt, hogy egyet kapnak, és csak akkor, hogyha elállnak. Mindig ezt csinál. Jó. Mindig. Egyet adok, két autóért, és akkor, hogyha elálltok. Akcióparancsnok, ott keresett tusztárgyaló. Ezután egész nap rendőröket fogok verni. Ezért egy tusztárgyalónak, és akkor van megtörtént. Micsoda? Így fogom felütni az orrát, így hopp, hopp, hopp. Összesnek ki fogom lőni az összes kerekét. Kötelesen köteles beengedni a kivitelezőt. Én is így tudom. Na jó van, én elmegyek rendőrnek. Ja, már voltam. De a kivitelezőnek meg illene előtte időpontot egyeztetnie szerintem, nem pedig közölni, hogy holnap jövök, ezt csinálom. Gondolom, hogy ez a probléma, és emiatt van az összeveszés, és blablablablablabla. Még ott áll az Audi. Meg még a Viktoria, vagy mi ez? Azt hittem beállnak elég, Geci. Merre menjen. Ó, kiukadt volna a kereke. De adtam volna. Kifogtam volna körbe röhögni, bazd meg. Na, hogy telt a napod neked itten, Tofos? Jó, minden? Minden rendben van, köszi. Biztos? Nem bántottak? Na, szoszi van az Audival, főnököm. Mit te, hogy telt a mai napot? Szerintem nem fog elállni. Tudom én is. Bányázgattam, stb. Az jó. Hát, felültek, mindig zajlik az élet, ahogy elnézem. Igen, lassan igazából, csak felkötném magam, és kurva fára, hogy vége legyen az egész, nem amit életnek hívok. Pak, így fogunk kimenni. Így van, meg kell beszélni, mert alap szerintem nem. Most az egy dolog, hogy én itthon dolgozom, és nekem egyszerű megoldani, hogyha azt mondja, hogy figyelj, holnap jövök, kit érdekel, itthon vagyok. De hogyha egyébként dolgoznék, akkor én se örülnék, hogyha egy idegen emberben mászkálna a telkemben. Miért kell ezt tenni velem? Én idejük azt mondták, hogy belőlebb olyan fognak vele menni, és azt mondták, hogy ha a két jelmű álljon arrébb, akkor egy túlszér. Komolyan! Most el kellett ismételni még egyszer? Urad, rendőrök, maradjatok meg! Az a szöges az úton? Jó, most azt kaptam vissza, hogy túlsz egy autó. Szuper, hát, akkor eláll a másik is, akkor kimegy a másik is. A Cofos kimehet akkor. Cofos, mehet, szia. Nagyon jó. Jó bányászást. Ez az. Balra ez megyél, az. Jó, balra menjél. Jó bányászást. Szia. Jó bányászást. Most már tudod, hogy rendőr ne legyél. Ez az. Biztos. 33 perc, csak mondta, hogy jó. 33 perc, sikerült két kérés, ez az. Kurva boldog vagyok. Nem hibáztatom a szomszédot, Gábor. Ne érts félre. Itt az a baj, hogy nem tudnak egymással normálisan beszélni. Nem hibás a szomszéd. Mi nem kell begyomni a kubot, Nyugi? Én nem hibáztatom a szomszédot emiatt. Ez csak ez most egy szar szitu, azt tök örülnék, hogyha nem rajtam csattanna le, érted, bassza meg. Ennyi. Ne idegeskedjetek. Őt is megértem. Nagy zöldek itt, ti ikrek hagytok itt, pont ugyanúgy néztek ki. Faszok el a kolódat, Dynamic Duo. Robbanó Duo? Azaz. Ó, neki van már a faszom. Igen, nekem is felrobbanni már a faszom a Robbanó Duo. Robbanó Duo. Én azt hittem, hogy eljövünk. 20 perc húlva megjövünk. Mi? Meghalunk? Mi halunk meg? Bejönnek? Nem biztos. Hát, hogyha... Egyre több fegyveres rendőr van egyébként, azt nézem. Ó, igen. Most jönnek nagy kaliban. Tárts ki a szád, jön a geci gránát, szerintem bejönnek. Tedd a számba, tedd a számba. Remeg meg geci, azért mert csak remegnünk tudom. Nem jönnek, ne aggódja. Én nem aggódod, csak most jött még három nagy kal is, akit eddig nem láttam, azért gondoltam, hogy lehet, hogy többen van. Nem, csak nem. Geci, túlsz darálni, akkor én becsarom. Abbasz. Figyelj, nem bortad ki a szakot, aztán teljesítsd a feladatod. Loki rád. Ó, adj. Én is szívesen elfogadom, ami nálam vagy, és azzal is nagyon mit vettem neki? Mit vettem? Sok földi jó testvére. Nézzük csak bele, nézzük már meg. Gyere. Várj, Dió. Szia, Dió, éppen nem érek rá, éppen itt vagyunk Öngyös Bankban, és harcolunk a rendőrökkel. Szia. Jó, nézd meg, figyelj. Hát, nem tudom. Hát te bassz meg. Féltél túlsz előtt és harcok a nastakot. Ezt most kaptam. Hoztad, Tor! Teljesítem a követelést! Ó, teljesítem a követelés!
Azt a kurva egyet is vettem. Jaj, bocs! A szép volt. Megy. Szema. Vara. Értékellek, papi, de rajta csattan a szomszéd összetűzése. Hát figyú, olyan ilyen... Ilyen fia megoldás már van, szóval most ott van egy ilyen szar, ott leásva, ami így elviszi valamennyire a vizet, de az nem egy jó megoldás, és azért most menne el a végleges megoldás. Persze, egy kérdés fogok kérni, ne aggódja. Egyet, jó. Egyet, persze. Melyik a glockom jobb lenne, de ez is. Azon a kérésem. Kettő, túszér, két Audi. Arrafele álljon, orral. Máské, persze, forduljon meg 180 fokba. És 80, akkor... nem 360. De elkezdve futni a másik. 360 egy teljes kör, postulőröm. 360 teljes kör. Minden. 180-ba, magyarul arrafele nézem. 360, mert ahogy most kérnek, akkor megjön az 360, de rendben. 360, ugye nem kell, uram. Jó, mindig. Mi van? Futunk. Kiégtem, geci, kiégtem, menjünk csak inni, kikérlek, kérlek. Kérhetek 360 egy teljes kör. Jó, leesett. Hála fasznak. Szóval 180. Lecoptak, csak hallom. És azt szeretném, hogy nézz egyébként 3 fogadtak, jó? Én is elfogadom. Fú, bazd meg, már nagyon túl lennék ezen, mert közben meg wall of texteket kapok, bazd meg mindenhol, azért szép lesz az időnk. Nincs nálunk. Köszönöm. Szeretnék. Itt nem mellettem lévő úrnak. Szerintulás szeretnék. Mind a szóra. Az utolsó túlszér. Ha a bankban van még bent 3 plusz 2 túlszér, azt szeretnék, hogy a két Audi azt csinálja 180 fokos fordulót, azaz az orra legyen hátra. Illetve a 30 pluszért a fejindulást, illetve a háromszoros több a szós indulást szeretnék. Azóta itt vagytok? Igen, egyébként. Mennyire vagy éhez, Tula? Lassan egyébként én is éhes leszek, azon gondolkozom. Ben vagyunk már lassan egy órája, nem? Sőt, óra 10-kor rakták ki a izét, akkor olyan egy órája van. Nem, 41-kor rakták ki. 41-kor? Valamiért óra 10-kor. 41-kor, az meg. De lassan igen, már itt fog megrohadni. Tessék, felé tudadom. Tessék, már eltöröm a fánkomat ketté, jó? Tessék, itt van. Én megeszem a másik felé. A felét már én is eltöröm és adanom a mennyit, és a másikat tessék. Megeszt. Tessék. Na, megcsinálja, megcsinálja. Nézd a... Csodapest rendőrkapitányság, el tudnak állni egy autót. Jó, a... Te egyetlen Csula, meg a másik. Megnézzük közben, hogy lejött a Nightingale. Ó, megfordul kettő, oké, megfordul mind a kettő, ez az. Ez az. Kettő Audi fordult meg, de jó. Geci. Ezt nem kapják meg. Megfordul a két Audi, jó van? De ne forduljon már meg ott a hó, jó? Ti mentek ketten? Azért azt mondom, hogy beáll így, mert most megijedtem. Nincs így benne senki, jól látom. Hát most szálltak ki, igen, mert hátrébb álltak, hogy majd tudjon fordulni az Audi. Vagyok ide, és fő a nyugodom, a helyzet kezelhetem, mégségem uram. Várjál, egy kicsit, mert egy felforgás történt, az a nagy dög autó, az álljam, hogy vissza vagy eddig, hát jó, majd nem menni. Közben hívogat egyébként most már az izé is, az Eonos csávó, aki csinálja a villanyt, szóval tényleg bazd meg. Ez egy halálom. Az autó ugyanúgy álljon. Ahol az álljon, ugyanúgy, hogy eddig állt, mert megmozdult. Én nem fog kimenni a plusz. Azaz. Aha, de király. Szuper. Megvan minden. Akkor mehetnek. Kettő túlsz, akkor ki volt az, aki mehet? Még kettem. És akkor azt az marad bent? Jaj. Hol van Péber? Minden nem érsz ki. Testvér. Itt van balattam, hát megad. Jó van. Itt van a pacskár, jó van. Szia, itt vagyok, mondjad mi a? Semmi, veled megyek, mert úgy beszéltük meg. Biztos, hogy akarsz kimenni? Ez a két ember, aki kimenni. Menekülje meg, mert megölöm magam. Nyugi, jó lesz. Hallod, Csóri, ő ez a két ember? Szia, papi, adom a véleményen. Ez itt szefett nap rosszabb, mint egy hétfő. Menjen, persze, menjen. Mehetünk? Hát nem te lehetsz meg, jaj, bazd meg a túsz. Még van, bazd meg egy csobó túsz, hogy fufubá.
Jó, és akkor az utolsó kérés, az utolsó kérés, megállt. Hát futták! Nézzük meg, nézzük. Elfutott. Akkor jó, hogy náluk van az összes piszkos. Istenembe. Sajnos nem, mert de. Nézzék akkor lelked is át. Átnézheti az utolsó túszt. Ha mennek utána autóval. Bár átmenne a szögesen. Egy autó mínusz. Hello. Rendőr bácsi, átnézi a túszt? Én azért haladok, mert vannak. Igen, igen, lassan egy órája itt vagyunk, lassan kimennénk a faszomba. Jó, menjünk a gecibe. Egyébként ki tudnánk most. Miért nem? Egyébként ki tudnánk, simán, szabály szerint és minden szerint is húzunk a faszomba. Jó, hogy itt vagy! Ha kimész, akkor hiszni lesz, és többet nem akarnak felindulni. De jó, meddig is verek volt? Hát eddig abból állt, hogy semmit nem adtak meg, amit kértünk. Hát eddig szóval semmit nem akartak. Akkor megyünk. Mehetünk, vagy nem mehetünk? Mehetünk. Az ördög, te visszakapod. Nem várjuk meg az autót. Nem várjuk meg az autót, mert kifogunk az aksim. Persze, itt az acsim. 25-kor kiindulunk, jó, bármi van. Szívesen. Na lehet erpézni, papi, hogy már minden áron vécére kell mennem. Egy óra, ennyi. Egy óra alatt beszarok. 23, akkor kimegyünk el, nem várok senkire. Kézni, csak már nagyon mennének ki. Hát csodálkoznak, bazdmeg? Hát lassan itt tíz év, bazdmeg. Nem várunk. Életbiztosítás kötök a bankba. Jó, és én mit csinálok itt helyben, nem? De hát nem is úgy mondjuk, hogy magával van a bajet. Maga egy aranyember. Csak az akcióparancsnok az inkább ilyen, nem tudom, nyaralásparancsnok, Hawaii Digizikot kint. Biztos most csinálják a műkörmét, nem? Aztán még szárad a géllek. Kurvára mérdeke. Az akcióparancsnok, ez a véleményem. Kurvára mérdeke. 23-kor kimegyünk. Nem fog itt állni, bazd, egy órát. Három kérés miatt. Mivel már fél napja bénázok. Mindegy, kimegyünk akkor is, hogy felindulás legyen. Ha lesz annyi idejük beülni, amennyi nekünk is. Szerintem ez naív gondolat. Kimegyünk, majd ők beülnek a kocsiba, megvárjuk őket. Megvárjuk, hát. Kidarálnak minket a faszomban. Igen, megvárjuk őket. Kimegyünk, beülünk és megvárjuk őket. Üljenek ők is. Vagy mentsük meg egy szarvukat is a kihalást. Hogy ne így véletlenül? Most, hogy mondodom, hogy ez egy jó ötlet. Szerintem azok már kihaltak. 23 van egyébként, csak mondom. Még nincsen. Nálam igen. Idő van, szóval kimentünk ugyanek kocsikba. Távoznak, mennek. Nem várom tovább. Még hol van? Megvárjuk őket, jó? Odébb állok, öreg. És már ki? Kinyitom, csak abik miatt nem bírtam. Merre kértél szabad utat? Balra? Nyisd ki meg zárja. Hát jobbra lett. Beültek. Menj elé, Loki, üljetek be hozzánk, vagy nem tudom. Hát, belöpöd a merget. Lög már meg ezt a szart. Pattanj be! Most. Jól van. Na. Mehetsz, Loki, mehetsz. Ülj át ide. Vigyázz, szögecsekkel ne menjetek gyorsan. Ne menjen senki gyorsan, jó, ne rombózzatok, lassan. És igen, ennyi idő alatt szerintem lerakták meg, bazd meg izére is, a Blaluiza térre is, ha itt szöges. Motor indul, utána Supra, Dacia, és itt tovább, itt tovább, itt tovább. Én tudtam nyugodtan, mert én úgy csinálom, ugye? Akkor induljunk a gecibe, nem dudálgat. Nagyon hesszelt az Aiz, az a lilás. Na hát, kettő van rajtunk. Kettő! Igen. Most már csak hát, egyet látok. Tehát ez balra le is rázott kb. Nem akarom, minden. Mit? Nem akarod lerázni? Mit? Nem akarod lerázni? Tudjuk a régi cimpele. Ez se rossz. Nem tovább. Vakon van, de gecsin ugatni akartam. Nem baj, nem ugrálj. Nem üldözök, mit csináljuk. 24 meg vagyok felkával. Én is meg vagyok Dacia-val. Miért fel meg vagyok? Mi is meg vagyunk a Dacia-val. Meg vagyok. Azt hiszem, hogy mindenkinél van cucc, minden autóban, hogy számoltam nagyjából. Igen, van nála cucc. Fújjunk össze, gyerekek. Mert akit nem üldöznek, azok lepakolják mások a cuccot. És hogyha olyan van, akkor visszajön segíteni lehúzni egymásról a rendőröket, jó? Elmenjünk Kaliplac fölé, küldjek Kordit, de úgy csak küldj Kordit. Aha, küldjék Kordit.
Na cool. Azt az jöjjön oda. Miért nem megyünk be a izébe, az arénába? Az nem minden esetben, nem tudom, küldtem kordit, itt el fogunk férni, úgyis szerint. Ez elég gyors volt, hogy tovább ment, az meg az autópálya. Nem is ez volt a tervem, geci. De jó volt, még úgyis, hogy nem ez volt. Hát, baszikát, tudod mit akartam? Hát nem mondom, nem mondom, majd máskor megcsinálom. Geci, még zenét sem raktam. Szegény. Na, azt mondom, addig maradjunk itt. Dium disum, dium disum, dium disum, fugy, fugy, fugy. Már csak rajtam van? Aha. Igen. Hm? Pufi, nyugodtan. Mindjárt gruppulunk, leadjuk a cuccokat és jövünk segíteni. Vittunk is van leadva, vanna. Ah, nem tudok felugrani. Hát ebből lassak? Nem kell. A pucshoz beül Loki, illetve kettő kinges, akik nem vesznek részt többet a izén. Ezen az akción, ők elosszák a szajrét, stb. Stb. Megyünk, többiek kimentjük a fenét. A pufit lövöldözés nélkül. Remélem, bro, nem fedem. Itt egy last, lasti, nem jössz fel lasti? Ideget is. Nem aki kell, megúszta és üldözik, azt kimentjük. Mi? Fáj a lasti. Nem, nézzük meg, passzolj. Kancsi vagy. Így kell, félsz? Bom! Ha? Vezeted. Jó, mert leadtunk van egy Ford Taurus, meg egy... Bam! Nyugi, szépen lassan, ne idegeskedjetek. Adjad, jöhet. Elbasztom. Hát azt el. Szerva itt csere ott. Gyere. Vele, kinek rajtuk oda a tudtok, ki nem? Digo. Nekem odaadhatjátok, én visszamegyek a placra majd, hogyha lejárt. Igen. Neked ezt be kell rakni, ezt én hoztam, jó? Az egészet be kell rakni. Várjál, halló, a Digúnak csak a izét adja, a kingesok adják a izét, a fegyvert, amit hoztunk meg ilyenek. Persze. Pufi gatya. Lokinak adjátok azt, amit loptunk, azt Lokinak adjátok. Digúnak csak a izét. Digúnak meg a king, jó, te azt kapod, hogy be kell rakni az izébe. Jó. A családtárolóba. Te is jössz velünk, tovább segítünk menekülni, adjál minden Digónak, le tudja rakni. Én nem lesz már kinek segíteni, az a baj. Igen, Pufit elkapta. Jó, rádióz. Menjél, várjál, ezt odaadom nekem. Na, a Pufi még megvan. Még ezeket is odaadom, hogy... Kivel azt mondta nekik, hagy? Riu? Jó, van. Nyomjátok. Meg vagy? Hát, gondolom. Oké, okay, ez hány személyes az autó? Rendben, akkor újra a Supra-ba. Loki, neked van kocsi? Melyik? Igen, Loki viszi azt, ezt. Vagy Nissan-ba, ezzel mentek, ha? Jó, van. Csak ti meneküljetek meg, bazd meg. Valahogy nagykerülőbe menjetek. Mindenki odaadta a lopott hajlét Lokinak? Minden mást is. Oké, okay. Te mást is? Menekültök? Én ragott fegyvert, amit hoztam. Meg vagyok, Szendibe. Jó, ki az, aki üldözök a rendőrök? Ezek szerint senkit. Halló, kit üldöznek még a rendőrök? Nagy kerülővel tudunk menni hozzátok igazából. Szerintem már senkit. Ja, hát túl igazából senkit. Bárhogy tudunk most, hogy már nem üldöznek senkit. Akkor B-terv, akkor hova menjünk, hogy ne kapjanak el? Na, hogy ez a két óra múlva is meglátják a rendszámot is. Két valaki szólt, hogy még üldözik őket. Jó, akkor menjünk. Ja, az éljenek, azok mennyi, gatya? Nem tudom, csak sikogást hallottam rádión. Én hallottam, jaj, jó, a rendőr megy itt, bergásat felé. Soros terv, jaj, geci. Jó. Érjünk az épségbe. Igyekszem, de nem ígérek semmit. Akkor Loki, hallotti, menjetek majd biztos erre. Ki nem erre. Menjetek plac felé. Kész. Egyik plac, jó, mert ja, izé, ha felmegyünk itt jobbra. Remélem, hogy ez csak mentő, amit hallok. Látom erről már pontosan, hogy óvatosan. A izébe állj meg majd a régi placunknál a gettóba, mert azt mondták, hogy a placok felé köröznek rendőrök. Jó van, ez itt van, nem? Aha. Valamerre. Erre talán? Itt egy jobbos még vársz. Aztán itt, hogyha megállunk valahol, bőven jó. Eljön telibe. Megéljünk, szedd az meg. Micsodát, mi a baj?
Hát ezt sokkal gyorsabban le tudtuk oda rendezni, hogyha így is ez volt a vége, hogy csak daráljuk le. Mm. Aztán menjünk. Hát elbújtunk. Most várunk még egy kicsit. Akkor jó. Mikor indultunk el? 24, 23. 23, most már emlékszem, mert azt beszéltük, hogy 23-kor kimegyünk. Há, igen. Akkor igazából 3 perc. Na, ja nem, fasz. 8. Ugye? Mi? Negyed óra. Nem, 10 akkor minden perc, rendben, addig akkor te menj majd az Lokival, jó? Itt vagyok Lokival. 33-34-kor elindulunk, azt csinál. A mi placunkra, és akkor utána okay. Érkezünk, vagy mi is. Próbálják kempelni a placot, a ízik a rendőrök, vagy mi? 34-kor be lehet menni a placra. Az egyébként... Rádióztrájf, régen is ezt csinálták. Igen, ilyenkor azért nem kapnak el, akkor körbeállják a placot, hát nem tudod lerakni, vagy mi? Aha. Betűznek hányszor, ne tudd meg. Mindig így volt régebben is, leráztad őket, és a placunk körül mágikus módon hirtelen járőrözött az az egység, aki a bankon volt. Aztán ha meglátta az autót, akkor kezdődött minden előre. Hát és hogyha mágikusan elmegyünk és váltunk egy autót? Ha lejárt az idő, megcsinálhatjuk, nem? Igazából akár most is váltatunk ruhát, tehát... Hát ruhát igen, de autót nem? Hát ez ruhát is váltatom, szerintem ruhát sem váltatom. De, hát váltott. Igen, nem válthattál ruhát se, most már válthat. Bár szerintem ezt egy véletlen. Minden esetre egy perc, szóval szerintem. Viannál lefoglaltatna. Hát Viannál lefoglaltatna. Csak odaig is tudnak takárgatni körülbelül mindenkit. Ez a párbajt, amit tényleg megtartjátok vasárnap? Micsoda? Párbajt, megtartjátok vasárnap? Ugyan még egyszer? Nem tudok róla, vasárnap biztos nem lezem. Milyen párbaj? Jó van, de még nem tudok az idő. Elvileg olyan párbajt akartok, hogy 1 millió fizetnek a családok, kijelölnek egy Terminátor maguk közül, és egy-egybe mennek egymás ellen lövöldözni az emberek. Nem biztos lesz ilyen, csak én nem leszek. Vasárnap nem leszek a városban, hétvégén nem szoktam lenni, csak nagyon-nagyon ritkán. Nyugi csak! Az a baj, az én szememben a város az már eléggé sodertelen. Te vagy só? Aha. Mindenkért. Gyere, menjünk haza. Én most körülbelül tippelek, hogy mit látok. Próbálok fejből menni. Szomorú vagyok, hogy nem bírtunk segíteni Izériőjéknak. Jó lesz. Mert nem infóznak normálisan, akkor nehéz. De infóz, hogy csak későn drop. Jó, tökéletes, nincs akadály. Mert messze voltunk, tudod, azért menekült mindenki. Aik, Matiu, minket elkaptak. És nem mondta azt, hogy hol, vagy merre, vagy miért. Hát akkor valószínűleg ütköztek, aztán esélyük nem volt. Gondolom ennyi jött ki hirtelen. Na most látok. Azon meg amúgy tudunk segíteni. Azon már nem, azért mondom, hogy aki nem ütközik, azt ki tudjuk hozni. Na faszaság. Jó van, Lokikám, fasza volt, ügyesek voltunk. Még lepakolom a lepakolni való. Hát igen. Hazaértünk, lepakolom a lepakolni valót. Jó, jövünk mi is. Még várja egy percet. 23-kor mentünk ki, 20, vagy 34 van. Ja, nem, ja igen, nem szóltam. Hova kell menni, mert nálam is van 100 ezer. King Platz. Én nem tudom, hol a faszomban lak. Hagyd ezt a 100 ezeret a picsába, csak annyi van nálad? Igen. Akkor lábad, kész. Azt mondja... Nem mondanád, hogy hol vagy, hogy gesz, amúgy meg ez, meg ez nem tudom, hát hol felrakni. Hát de itt volt az előbb, placon ember. Egy stukker. Ufi, jössz a telep felé, és a zöld híd előtt lefordulsz balra. Még egy stukker. Egy kés. Zár feltörő. Jövője helyen rakom. Te nem voltál itt? Voltam, Pali, csak elfejtettem. Van nagyobb problémám. Elkülönket számítikám. Pufirek is ki van a faszán, hogy látom. Nem. Jó van, skacok, én léptem, jók legyetek, csóka család, fasza volt. Kemények vagyunk, sziasztok. No, fiúk, lányok, ne haragudjatok meg, tényleg nekem még így de kell rendeznem ezt a felesleges feszkót, aztán jövünk vissza. Én azt mondanám, hogy szerintem 7-kor.
Lehet, hogy addig most teljesen kivételesen le is fogom lőni a streamet, nem fogok nektek egy 25 perces waiting screen-t felrakni. Visszajövünk jó héttől, nyomjuk a Nightingale-t, addig megpróbálok minden telefont elintézni. Ezt nem tudom kijátszani, szóval ami kell, az kell, nem fogom értelemszerűen hagyni, tönkre menjen a házam. Szóval, hétkor talizunk, addig töltődjetek fel, legyetek jók, sok a családnak, szeretet, boldogság.